like water, so I'm going mainstream. Yeah. Sziasztok, srácok, üdvözlök mindenkit, hello, hello, mindenkinek. Kárló Peder Szórió visszatért. Na, a mai streamben valószínűleg az lesz, hogy szeretnék végre egy autót. Már elvileg össze is gyűjtöttem rá pont annyi cash-t, hogy meg tudom venni a kocsit is, és tudok venni majd kaját is. Hello, Levi gondolom, meg Swirt, hello, hello, hello. És még pluszban az lesz, hogy fel fogom venni szerintem a kapcsolatot Márkkal, mert úgy döntöttünk Alexszel, hogy csatlakozni fogunk a food truckhoz. Megnézzük, hogy mennyire lesz jövedelmező a... Mi az? Kajálás? Vagy mi az? Nem is tudom. Éttermezés, bocsánat, így akartam mondani. Tehát, hogy az éttermes meló mennyire lesz jövedelmező, meg... Úgy azért teljesen mindent nem feltétlen értettem, hogy ez most kimondottan egy ilyen kajás kocsival kell járkálni, vagy hogy lesz egy kimondott éttermünk is, majd azt meglátjuk. De hogy a márka mindenféleképp fel szeretném venni a kapcsolatot, hogy akkor let's go, menjen, nézzük, hogy milyen. Mert ezek a alapmunkák nagyon szarul fizettek, srácok, úgyhogy muszáj valami pluszhoz nyúlni. Aztán meglátjuk, hogy mit hoz ki magából, úgymond, ez az egész téma. Közben akkor addig elkezdek is csatlakozni a szerverre. Na, és mi a helyzet, srácok? Hogy vagytok? Minden oké? Okay? Ja, úgyhogy nagy vonalakban szerintem így egyelőre ez lesz. Nagyon sok terv van amúgy a fejemben, hogy miket kéne csinálni. Ugye most megpróbáltam eleinte végigmenni a mindegyik munkán, még azért van pár ilyen alapmunka, amit meg akarok nézni, hogy hogy milyenek, mennyit fizetnek. Értem én, hogy a építőmelő fizet a legjobban, úgymond, csak azt is nagyon hamar meg lehet unni. Mondjuk a taxizást, azt marhára éltem, azt amúgy live-on kívül is csináltam. Szerintem az tök faj a dolog, és amúgy jól lehet azzal is keresni, hogyha okos az ember, na, akkor jó. Hogyha okos az ember, esetleg úgy értem, hogy okos, hogy jobban szóval tartja, beszélget a kuncsafta. Jól, köszönöm szépen, jól. Na, akkor itt is vagyunk. Van nektek is hang, nagyon szuper. Na, akkor kaptok egy ilyen képet. Tehát akkor föl fogom hívni valószínűleg Alexeit.
Na most ez miért kér ilyen PIN kódot, jelkód? Hát biztos ez a jelkódom. Ja, és amit mindig elfelejtek, ezeket beírni, hogy nehogy véletlen valami probléma legyen. Így. Né. Igen, igen, a horgászat is megéri. Persze, persze, azt is ki szeretném próbálni, de mindenről ugye így egy külön videórészt szeretnék, arra nem szeretnék egy live-ot rászánni, hanem így szépen apránként részletekbe, videókba így. Meg az szerintem live marha unalmas lenne, hogy ott pecázunk, de ugye videóban meg össze tudom vágni. De és ugye itt vagyok a taxiállomásnál. Na most megint kéri ezt, ez azt nem hiszem el. Eddig amúgy nem kért. Na meg megcsörgetjük. Ja, majdnem elfelejtettem. Srácok, még mindig nem tudom, hogy mi a francér, nekem kell egy ennyit csinálni, meg különben nem hallok senkit. Ennyi. Megoldódott a probléma. Na, és akkor most felhívjuk Alexet. Nem látja az arcomat, hogy én nem tudom, mi van. Mert ugye a Face ID-re állítottam be. Na, nézzük. Alex elérhető-e esetleg? El tudná vinni? Hogyha úgy van. Meg közben meghirdetjük. Your call has been forwarded to an automatic voice message system. Ja, várjál, nekem kéne egy telefonszám. Jó van, csönd már, úgy. Szóval nekem kéne először egy telefonszám. Azt kimásolom, akkor vajon látom a saját telefonomnak a számjegyét? Nem, nyilván. Szevasz, Alex! Szevasz! Na, hello, figyelj, írd már meg nekem létsz izét a saját telefonszámot, mert rohadtul nem látom izé három számjegyet SMS-be, létszi dobdát. Meg el kéne vinni, szeretnék venni egy valami kocsit már, mert szerintem egy olyan 2500-at összekapirgáltam itt taxizásból, hogy valamivel tudjak járkálni A-ból B-be végre. Jó van. Hát egyébként egy hatalmas megkönnyebbülés. Na, van saját autód. Igen, már? Hát nem, az. Csak én úgy érzem. Én úgy érzem, az egy hatalmas megkönnyebbülés. Ja, hát gondolom, igen. Hát gondolom taxizol, nem? Vagy valami ilyesmit csinálsz, azt el tudsz dobni. Persze. Na, jó. Überezek. Überezel. Aha. Nem bejelentettem viszont az utasokat, vagy mi van? Dehogy is. Na figyelj, dobd át az SMS-emet, hogy mi az SMS, a telefonszámomat, hogy tudjak nyomni egy hirdetést, hát ha valaki eladna kocsit. Jó, van, rendben van. Mindjárt megoldjuk. Okay. Ott vagyok, aztán megbeszéljük a részleteket. Kösz. Okay, itt várlak taxiállomásnál. Na, szava? Okay, hello. Na, köszönöm szépen, Sword. Köszi. Hello. Na, akkor... Amúgy valahogy ugye így beállítottam a telefonba is ezt a streamer módot, és bakker még a saját telefonszámomat se lát. Ja, hogy itt van? Így egyből? Aha! Azt hittem ez jobban el van dugva, én úgy emlékeztem. Jó. Így már látom a szelet. Számomat várj, és ezt így kimásoljuk, oké. Ne haragudjatok, de még nem adtam föl amúgy hirdetést. Kocsit vennék. Mennyi? Már legyen 2500-ig. Keressé. Az igen, milyen kocsi ez, mi a fa? Jó estét, maga kért egy fuvart? Hagyj már, ez a Lex! Menj már, Alex, szevasz! Mi a franc? Mi ez az autó, te? Kripto biznisz? Azt a minden. Mibe fektettél? Nagyon gyorsan meséld el. Hát... Majd lehet, hogy később elmesélem a titkomat. Jó, van, gyere már, szálljál már ki, adj már egy pacsit. Jaj. Nem. Mit adjunk neki? Adjunk neki egy tesó 2, tessék.
Micsoda? Na, szevasz, szevasz, szevasz. Minden oké, minden oké. Hát figyelj, nyomogatom a taxizást. Na. Meg most éppen vennék egy Verdát. 2500. Hát valószínűleg nem. Ebbe be kell kötni magam, mi? Érdemes. Azt a rohadt, hogy néz ki, srác. 3-20-nál még túrja a seggét. Milyen szép színe van. Egyéb Ford LTD-t szoktak hirdetni, ilyen 2000 dollár szerintem meg. Igen, gondoltam rá, hogy nem egy Ladát veszek, hanem valami hasonlót. Az éjszaka. Amúgy hova vigyelek, azt jelöld már be, csak itt megnyomtam a pedált. Sehova, egyelőre most ugye kéne várni, hogy valaki esetleg ad-e el valami. Ja igen, szóljál rám, hogy azt már is fejtettem, én nagy izgalom vagyok ám ettől az autótól. Jó, figyelj, hogyha nagyon rövid időn belül nem árul senki nekem kocsit, akkor lehet, hogy veszünk a kereskedésbe. Arra gondoltam. És mit kriptoztál? Mi ez az autó? Hát ez konkrétan a kriptós autó. Ezt te taxizásból nem szered össze. Nem? Ha összekötök két taxit se? Még akkor se. Nem így működik a kriptó? Sajnos nem így működik a kriptó. Szia Zsolt, hello, hello. Na úgyhogy, ja, kéne, hogy valaki adjon el kocsit. Mint szoktak hirdetni? Várjál, mint szoktak hirdetni kocsit? Twitteren? Twitteren, igen. Aha, de nekem még nincs Twitterem. Akkor hozzunk az hétel. Baj. Álló. Na akkor várjál, feladok neked egy hirdetést. Jó. Szia. Feladtam én egy hirdetést, csak Twitterem nem voltam regisztrálva, de már vagyok. Azt látom, hogy motort adnak el, de úgy nagyon más nem. Mennyi a kereted rá? 2000? 2500. Vagy max még az lehet, hogy ugye akkor gondolkodtál te is a Márkos témán, amit múltkor ugye beszéltünk. Igen, a igen. Éttermes témát. Nem tudom, hogy te azóta felkerested, mert azt hiszem megadtam neked a kontaktot. De hogy mindez... Igen. Aha, mindenféleképp szeretnék én beszélni vele, hogy akkor benne lennék ebbe a éttermezésbe. Yellow Pages-es hirdetés. Na várjál csak, kösz, ezt megnézem. Tehát velem tartasz? Járkál újjakon. Na, úgy, hát kivel mással. Aha, hát azért mondom, hogy a kriptovalutámat beáldoztam, hogy akkor itt lehessen rá számítani alapján. Az éjszaka közepén is. Aha, persze. $50. Ja, horgászbot, jó. 30 000, azt, amilyen árak vannak. Én gondolom, ezt nem taxizásból fogom el. Ford LTD, na tessék, boom, hívás. Hoppá! Na, srácok! Jó napot! Szép jó napot kívánok! Láttam a hirdetését, hogy elvileg van egy Ford LTD-je eladó. Megvan? Elnézést, most már nincsen, eladtam, de elfelejtettem, nem ez a hirdetés. Jó van, köszi szépen a segítséget akkor. Elnézést. Na, semmi Viszlán. Baj. Csá. Na, mi a helyzet? Ez már eladta, csak nem szedte le a hirdetést. Fene a pofáját. Aha. Várjál, Lada eladó. Csodálatos Lada. Na. Küldjem a tweetet. Jó, ő nincs fent. Nyomhatsz persze. Hirdessé. Arra gondoltál. Azt te számod a tweeteleket. Jó, nyomjad. Kösz amúgy Lajcsino, bocs, hogy ezt megemlítetted, mert fingom se volt, hogy ezt kéne. Eladó Lada 2107. Ugye, fölmegyünk a benzinkútra, mert szomjas ám ez a jószág. Jó, ez se elérhető. Jó, nyomjad. Kövérebb gáznál annyit fogyaszt, mint a taxi egy egész műszak alatt. Aha. Figyúz, majd vigyél már el Léci a munkaállomásra, mert ez a taxis hirdetések meg fognak őríteni.
Mert ugye most már nem vagyok szolgálatba, úgyhogy akkor leadom, azt leszek a egyelőre munkanélküli. A Renault Clio eladó. Figyelj, amíg benn vagyok a boltba, vagy na, amíg tankolok, addig beugrasznak a boltba, úgy csír. Megkérlek. Jaja. Már ez az asztala. Gondolom ezek... Ja. Egyik se elérhető. Hát ez egy szuper, szuper. Nem baj, akkor is lesz valahogy kocsink. Van nálam cash? Van nálam cash. Ha vegyünk, akkor Alexnek valami ücsit kell neki, azt hiszem. Ja, mit vegyünk neki? Jameson whiskyt, persze, biztos, hogy nem fog kapni a teszolyat. Négy bubis vizet, na, az nincs a fejnébe. Ugye, jó fejek leszünk, fog kapni egy helynekkent. Lux elixir. Ja, gondolom ez a Luxnak a boltja. Tehát ez rohadtúrra van rabolva, srácok. Hát akkor itt nem fog semmit kapni. Közben amúgy SMS-t kaptam, vagy az ott... Ja, nem, taxis. Taxis hirdetések. Állj mi... na olyat nem veszünk, azért vannak határok. Figyelj, már itt nincs semmi. Hát jó. Úgyhogy akkor egy menj át valahova. Figyelj, de ennek a de... boltja vagy a burger shot. Nézzük meg a... azt. De kapsz egy ilyet, hogy eljött értem. Hát, köszi. Majd vezetés után írd meg. Vagy a kettő között, ahogy gondolod. Vezetés közben semmi sem kilötyög. Ja. Mindegy, a burgerbe elmehetünk szerintem. Jó van. Na, próbálkozzunk még, mindjárt meg... Jelöld be a GPS-el, légy szíves. Ismerem a várost. Nem. Hát ezt jónak mondod, fele annyira se. Hát a GPS a hirdetésekben benne van egy hatalmas hamburger a jele. Megvan. Ez a taxi... De állj már meg a munkaügyinél amúgy, ha útbe esik. Meg fog őríteni ez a rohadt izé. Állandó taxi kéregetés. Ezek amúgy srácok van, amikor beállok taxizni, és ilyen 20 perc, fél óráig egy helybe állsz, mert semmi. Sehol semmi, és pedig fönn vannak a szerveren sokan. Észre kell közlekedni, de hát most ez meg, nagyon veszélyes. Most meg jönnek. Ja. Meg lehet, hogy majd megnézzük a kincsemet is, mert nem tudom, hogy videóban szerepelte, de most már rájöttem ugye, hogy kell ezt a kincskeresős témát, és tök jó ilyen cipőket lehet találni meg minden, és eléggé jó pénzek vannak amúgy benne. Körültekintés nélkül mennek, mint az állat. Persze, mindenki. Most itt senki... 123 ezerért adja azt a kocsit. Azt mondtam, az csak így vicc, ugye? De nem, az izé, bérbeadó. Vagy vehető. Várjál, bár veszek én is. Ücsit veszek. Ehe. Mi van? Ehe. Milyen ez ücsit? Ez is ki van fogva? Pedig ez mindig tele szokott lenni. Már menü sincsen. Figyelj, Mastro, Gusto, Greg az van, amúgy. Várjál, még ne menj el. Még ne? Ezért azt tudsz venni, hamburgert. Amúgy ücsi, az kajakra nincs. Le van rabolva minden bot. Jajajajajaj, várjatok, srácok, mert... Valaki pittyereg. Jó. Na, akkor hova? Hát figyelj, akkor szerintem... Megnézzük még el ennek a boltját. Lassan már szomjan halok. Jó. Van egy ilyen 7-Eleven bolt. Állítólag az nagyon megy a... Ott vettem a múltkor kaját, meg piát, és egész jól van. Tölti a cuccukat. Ezt az AGOG Orange Ellen Steak. Csak jó ára van. Meg azért mentem oda, mert
sehol a városban nem lehetett ugyanígy kapni semmit. Közben addig nyomkodjuk a telefont, hogy hát, ha valaki fönt van a városban. Akinek... Ja, hogy én vagyok a futár király vagy. Igen. Én meg a sofőr. Akkor legközelebb állj már meg messze. Még messzebb. Nem tudok görgetni, miközben izé utok. Van munka kint. Várjál már. Van kint munka. Én meg ne csináljam. Jaj. Na nézzük, mit van. Van-e ásott vized? Király, van ásványvíz. Szerintem abból durrantunk egy 10 darabot. Azt így ennyi elég lesz. Vagy van még az a... Ja, van ilyen. Veszünk ebből is 4-et, az 2-t odaadokat tesznek. Na úgyhogy ez a bolt, ja, amúgy pluszban ezért jó. Mert itt van legalább cucc. Többi boltot én nem tudom, hogy miért nem töltögetik. Na, itt van. Itt van. Többi boltot azt nem töltögetik. Várjál, mindjárt pattintok át neked párat. Jó van. Cigi csika, nem érdeke? Azt is találtam a kincs között. Jaj, nem, ne kezd te is. Mutka egy srác folyamatosan cigi csikát akart nem érdeke. Adni. Rozsdás cigi ödör. Csikát. Az se nagyon. Várjál, mit akartam még adni neked? Na, ugye még témáztunk egyébként a favágásról, meg a... Tessék. Meg mit beszéltünk még? Ugye egyszer a favágás, meg még... Aha. Hogy azt kéne kipróbálni, vagy mi? Aha. Ja, a favágást kéne. Szeretném még kipróbálni az ételfutárt is majd. De meglátjuk így a márkikkal, hogy mi a helyzet. Meg hogy egyáltalán felvesznek-e. Érted? Figyelj, szerintem gurulgass el publik fele, hát ha látunk valami emberkét, akinek van verdája eladó. Igen, ezt néztük. Akkor jelöld be a munkaügyet. Most nem tudom, mert éppen telefon nyomkodom. Vágod. Várj, ezt az asztavást, ezt próbáltam már. Ja, ezt próbáltuk. 3000 dollár, az nem. Az nagyon röhelyes lenne az a kocsi. Amúgy srácok. $500 az asztava. Nőt keresek? Hallod, itt a Yellow Pages-ben valaki írja, hogy $1000 nőt keres egy órára. Hát ezt nem akarsz egy par... Vagy Alex, nem akarsz egy parókát? Drága lenne az az ölelés, de a becsületem azt többet rohadt ér, mint egy ezres. Ha nekem dolgoznál, a bérbe adlak. Ehe. A saját sekedet rak ki az ablakba, ne az enyémet. Jó. Nem álltuk amúgy értelmes verdát. Ordel TD 3002. Ne. Írd már ki addig még egyszer a hirdetést hátra. Akkor bemegyünk, azt leadjuk ezt a taxis melót, hogy ne csiporogjon itt nekem. Így, né? És akkor munkanélküliek leszünk. Nagyon szuper. Hoppá. Na. Hogy? Várjál, ez nem egy lada hang? De. Hé, tesó. Figyelj már, tiéd az alada? Hé, tesó. Enyém az alada, igen. Tesó. Na, figyelj már, nem eladó? Hát mennyiért? Mit szeretné érte, mondjad? Nem, mondjad te. Adok érte 1000-est, most helybe, itten. Kösz, ugye? Az a baj, ez még nekem is kell, uram. Na, elmondd meg, mi az ára. De hogyha cseréljünk egy kontaktot? Nem, most kell. Most kell? Most, azon nyomban. Azon nyomba? Így van. Az igen, uram! Hát kérdezem, hogy az úriember tudta azt a... az
autót, mert az a baj, hogy nem eladom, mert nekem kell. De amúgy, nem tudom, nem tudok most mondani egy árat. Na jó van. Akkor dobjál egy kontaktot, mert azt, hogyha úgy gondolod, akkor hívjál. Jó, mert most éppen gyűjtök valamire, és azért kell eladom, de hogyha utána megveszem azt a kocsit, akkor odaadhatom kisebb összegért is. Jó van, figyelj, megadom a kontaktom, azt kész. Oks, majd csörögjél. Várjál, én is megadom. Na nem muszáj. Megadom jó azért. Napot. Jó van, adjad, szevasz. Jó, nagyot, szevasz, szia. Várjál, most miért nem adja meg? Ja, mit tudjam én. Na, így kell, srácok. Vegye elő a telefont. Úgy. Na, megvan. Ja, jó, oké. Na, jó, akkor majd csörgök, csak még... Csörögjél. Még gyűjtöm a pénzt. Jó van, csörögjél. Na, szava. Viszlát. Így is lehet. Pont itt volt egy lada, nem adja el a csávó. Ha látsz ladát vagy zasztavát, azonnal állítsd félre, hogy megveszem a kocsiját. Ott elől megy szerintem egy kicsit parami, srácok. Így is lehet amúgy kocsit venni, nem? Agresszívan. Amúgy ez a kocsi, ez még mindig nagyon kemény, és ilyen ledes izé lámpája van, azt a rohadt élet. Szevasz! Killer István. Ott azt kövessed jobbra, nyomjad neki. Persze, azt belebotlunk, hogy nem baj, kövessed. Menjél. Nyomjad neki. Tapd el. Figyelj, agresszívan kell kocsit venni. Ha nem áll meg, akkor izé, pitelt ki. Ja, hogyne. Fizeted a káromat? Ott is egy olyan, mint a tiéd. Na, ja, nem. Na, hát akkor majd a kipitelet kézzel. Jaj, ez poén, srácok. De szerintem ez ugyanaz a ladás, nem? Várjál már, de... Ja, de ez ugyanaz a ladás, akkor szerintem. Akkor adjad a rágba. Na figyelj, felhívom a Márkot, akkor dumálunk vele, hát ha később lesz valami értelmes autó. Kaja, így van elmentve. Hát kocsit akarnék venni, csak nem ad el senki, a Márk meg nem veszi föl. Hát ez nem veszi föl. A kocsit akarnék venni, meg beszélni szeretnék a Márkkal. Visszahívlak, jó, hívjál vissza akkor. Akkor addig kocsigázunk. És mesélj, mi jót csináltál amúgy mostanság? Hát én kipróbáltam az ételfutárt. Aha. Ha nem volt rossz. Ugye a hitkarbantartásról is beszéltünk, hogy kéne. Igen. Szerdán jön ki, srácok. Vagy nem biztos, hogy ezen a héten, majd meglátjuk. Az ukántartás az abszolút kiütött engem, attól rosszul lettem. Hitkarbantartás. Alig fértem magamhoz utána. Aha, hát igen, az valami rettenet volt. Ja, jó, bealudtám úgy. Most hova megyünk? Megyünk. Jó van, kocsikázunk, figyelj. Te fizeted a benzint, nem én? Addig akkor böngészem tovább itt a... Trafi. Merre kaptam? Visszahívlak, jó, hívjál vissza. Nézzük tovább ezt a Yellow Pages-t. Már fingom sincs amúgy, hol tartottam. Szűzlada. Ezt hívtam? Balszak hívtam. Azért szedi a lábait, nem? Ja. 17 000-be kerül egy motor? Azt a mindenit. Kisítsen az a rész, hogy könnyű eldobni az autót. Ja, amúgy már, hadd próbáljam már ki, hogyha nem éppen nyomkodom a telefonom. Ez a kék ladát, ezt hívtam. $5000, a Peugeot. Zasztava, igen. Na, egyébként mondani akartam, hogy a nagy kovágásra bekészültem.
van a csomiba fűrész meg balta. Így, hogy V4 van a városban, így lehet, hogy megkérdezik, hogy amúgy én ezt mire akarom használni. Hát figyelj, a balta meg a fűrész az nem probléma, hogyha nálad van tudtommal, mert az legális téma. Igen, de én a vadászatban is gondolkozom, úgyhogy egy kés is van a csomagtartóban. De az nem olyan kés. Ilyen nem sima... pillangó kés. De nem pillangó, hanem ilyen sima kés. Kés, igen. Nem nyúzó kés? Nem néztem meg annyira. Bementem a boltba, levette a polcról, aztán kifizettem, raktam a csomiba egyből. Aha, aha. Hát jó, figyelj, azért ránézhetünk majd amúgy arra is a vadászatra. Hogy de... tudom, a, ugye a... késsel nem ejtünk el vadat, mindenképp fegyver kell hozzá, ahhoz meg a fegyvertartási kell. Nem muszáj fegyvertartási. Lehet illegálisan is. Na, szerinted ez az autó nem elég feltűnő? Nem. Beleolvad a környezetbe. Igen. Főleg itt a barna domboldalnak. Ja. Ezt is hívtam. Ford LTD RX. Megpróbáljuk őt is. Ő se veszi föl. Igen, persze. István ismerem. Őszintén nem követem. Nem annyira szeretem a videóit, vagy hogy fogalmazza Pókorektül. Érdeklődtem már egyébként abban, nem az én hogy lehetne stílusom. Még valamit peckelni ezen a jószágon. Aha, persze. De hát ez már csak optika van, minden benne van, amit bele lehet tenni. Ja. Végülis a karosszéria szélesítés sem rossz. Lada néva. Szóval, hogy nem lenne rossz, srácok. Csak nincs annyi pénzem. Nagyon is jó, nem? Lada, még egy Lada. Vagy? Elmesélem, hogy hogy működik egy kriptobiznisz egy félreeső helyen, és akkor megpróbálsz abból autót csinálni. Ja, hát nem. Nem? Nem. Nem hinném. Abba be kell fektetni. Így van. Na, hát nekem ott kezdődik a probléma, hogy be kell fektetni. Figyelj, ezen piramis játék. Na, hív a Márk. Várjál, mert hív a Márk. Oké. Halló! Szia, kerestél. Szevasz, igen. Na, kerestelek, hogy érdekelne a meló. Nem tudom, hogy Alexa beszéltél-e már külön, de hogy érdekelne engem kimondottan személyesen a meló, és hogy szeretnék akkor találkozni. Hol találkozzunk? Hol alkalmas nektek? Nem tudom, egyedül vagy? Vagy nem. Meg ott van a barátod? Persze, Alex furikázza a seggemet, mert még mindig nincs autóm. Jó, figyelj, hol találkozzunk? Nekem teljesen mindegy. Nem sokára küldök egy kordit, oké? Jó, oké, oda megyünk. Persze. Rendben. Kösz. Szava. Na, te beszéltél amúgy vele? Most még nem. Miért? De nem most, hogy úgy amúgy a Márka beszéltél a melóról. Melóról. Melót az úgy nagy vonalakba leírta körül, meg ugye nézegettem nagyon ezt a hirdető táblát. Aha. Egy csábító a meló egyébként. Igen. Csábító amúgy, mert... De úgy olyan konkrétumokat még nem fektetett le nekem se. Aha, pontosan. Csak utolsó beszélgetésünk úgy zajlott, hogy lát valami, egy közös jövőt, tehát így ez most az, hogy látomása volt, vagy tényleg akarja, hogy neki dolgozzak, ez még egy jó kérdés. Aha, na mindjárt küld akkor egy kordit nekünk. Azt mondta. Hát látod, Ádi. Látod. Figyelj, apránként kell. Érelhető. Most amúgy mindig felülről indul ez a telefon, vagy nem? Eladó Lada 2007 gyári. Nem tudom, mint srácok, mindenki alszik a városba. Egyszerűen nem tudok egy rohadt Ladát venni. Amikor meg ezek taxisztam, és nem volt rá keret, állandóan Ladát hirdettek. Meg Zastavát eladó autót keresek $500. Jó, vásárolni kisebb összegért. Jó.
Eladó full Renault, oké. Okay. Eladó Mercedes-Benz, oké. Okay. Nem érdekel. Audi. Jó, hát persze. Merci. Kocsit keresek. $1000. Vagy most keres mindenki kocsit, és azért nincs eladó kocsit keresek. Le kell nézni. Főpubba hát, ha. Figyó, ugorj már főpubba. Az... Hoppá. Az jutott most így eszembe, hogy ezt megnézhetnénk. Nem, mégse. Már Márk közben amúgy írt. Akkor először a munka, utána a szórakozás. Hát jó. Erre, hol van ez? Márk. Aha. Aha, bejelöltem. Nyomjad neki, túrjad neki. Vagy vezessek én? Jó lesz az nekünk, ha te vezet. Á, mindegy, vigyél el, aztán majd kipróbálom. Utána. Már amúgy nagyon csúszik ez a kocsi, úgy látom. Hamar megzavarodik ám az ember ennyi pacitól. Hát persze, persze. Hány lóerős? 700-ig mérték a pályán. Tovább nem ért a gépük. Jézusom. Ez egy csippel démon. Jézus. Illegál dolgokban gondolkodsz majd. Vagy gondolkodok majd. Hát, Ádi, figyelj, valószínűleg igen. Valószínűleg igen. Most meg tudok fordulni. Menjél, menjél. Legál dolgokban azért nem, mert ugye minden frakciónál meg vannak kötve itt a dolgok, hogy legyél fixen hetente, én meg nem tudok lenni. És nyilván ez kecsegtető volt a Márkéknál is, hogy azt mondták, hogy meg tudjuk ezt majd beszélni, hogy ugye én, ha úgy van, egy-két Hoppa. Hetente vagyok. És ők benne voltak. Trafi volt. Na, és mennyit fizettél? Még azt se láttam. Azt se láttam. Olyan gyorsan mentünk. Azt szeret. Az igen. Szevasz, Patrik, szia-szia. Az igen, hova jövünk? Ja, ez a csillagvizsgáló? Ja, azt hiszem. Az komoly. Az igen, van itt fogadtatás, srácok. Menj már. Egy kicsit megijedtem. Igen. Na, halló! Hello. Szevasztok, hello. Sziasztok! Melyik költök a Márk? Várjál, mert most itt nem... Én. Te, szia! Na, akkor veled beszéltem. Mi ez a fogadtatás? Mármint? Hát ide hívtál mindenkit az én ünnepségemre? Ja, figyelj, így mozgunk mi. Ja, hogy így mozgatok. Jó, szuper. Na figyelj, hello, szia, szia. Te vagy az... Alexander. Alexander. Jó. Na, akkor érdekelne a munka? Igen, igen, azért kerestek, hogy mindenféleképp érdekelne a munka, és akkor, ahogy megbeszéltük, ugye ilyen részbeugrós munkaidő. Jó, jó, jó. Figyusz... Igen? Nem mutattuk még meg a telephelyünket, igaz? Nem. Hát arról nem. Volt... Micsoda? Lajcsino, köszönöm szépen a feliratkozást, köszi, köszi. Szóval arról volt szó, ugye, hogy nem is nagyon értettem, hogy most étteremben fogunk dolgozni, vagy fogok dolgozni, vagy... Nem, ez úgy van, igen? Hogy nekünk vannak egyedi termékeink, illetve van szerződésünk a 7-Eleven bolttal, illetve az UOKP-val, és az ő egyedi terméküket fogjuk árusítani mozgó ilyen büfés kocsiból. Aha, aha, tehát igen. Lényegében mindenkinek, tehát aki dolgozik, mindenki kap egy ilyen autót, és akkor kimehet vele itt a főpublikba, és ott fog árulni. Az részleteket, hogy most hogy kell a bevételezést, hogy kell megcsinálni, az az részletkérdés. Uh-huh. De akkor lényegében ennyi, hogy autóba kell hirdet. Szia, Ákos. Hát a büfés kocsiból. Aha. Aha. Hú, ez jó hangzik. Tehát akkor mozgó étel volt. Büfé. Igen. Akkor nem értem. Nem étterem, akkor tökre félreértettem a múltkor.
Jó, figyelj, az izét azt megnézném, hogy akkor van, vagy lesz telephely. Jelenleg egy építés alatt van, de holnap már készen lesznek az építészek. Aha. De jó. Meg tudjuk mutatni. Jó, akkor menjünk el, kukkantsuk meg. Jó, kövessetek minket. Oké. Figyelj már, Mark, lehet, hogy beülök. Amúgy milyen fogadtatást nyomnak a srácok, ez kurva menő. Bocsánat, a káromkodásért, de ez nagyon pacek volt. Nem, mint hogyha egy maffiához érkeztem volna meg, közben meg csak izék utrákos leszek. Közben addig böngészem tovább, valaki tud jönni. Ezt miért írja még mindig? Ja, most meg már nem tudom megnyitni. Amilyen kis konvojjal megyünk. Az igen. Mondjuk az Audi... Szerintem azt már egyszer láttam. Nem a beszélgetésnél, hanem egyszer megjegyeztem ugye még... Talán az építő melónál, hogy milyen fura festése van. De szerintem az... Gondolom másnak is van ilyen festése. Ahogy így közelről jól rendesen 80-as tempómattal közlekedünk. Ja, Lajcsino, amúgy lehet, hogy egy baffia. Figyelj, én nem tudom. Majd ha úgy van, akkor gondolom belevezetnek a srácok, hogy nem tudom, hogy hogy működik itt a dolgok, de... De eddig kecsegtető, hogy felkerestek. Amúgy nézzük már meg, hogy néz ki így belülről. Azt a rohadt. Amúgy ki van dolgozva. Nyomó gombos indítás. Na, egyébként meg annyit erről a kocsiról, hogy ugye mivel? Igen. Ugye ez a kriptobiznisznek a gyermeke. Így azért a szervizelése is nagyon magas költségen van. Aha, hát gondolom. Sokkal többbe kerül, mint egy mezei autó, azt mondják a tapasztaltabbak. Ja, hát persze. Jó, amennyi. Megyek. Na. A kocsi, aztán kétszer is átnézem, hogy mi a helyzet. Itt lesz, ez lesz a kis telephelyünk. Aha, az itt igen. Itt lesz a főbejárat. Te király srácok, ilyen japán hangulata van. Nagyon szeretem japán hangulatos cuccokat. Itt lesz a főbejárat, most végez be van kartonozva, mivel ugye bent folyik a munkálat. Aha, ja igen, hallom, építkeznek. Vagy mit csinálnak. Illetve akkor felvezetünk téged, és akkor jó. Lesz egy kis helységünk is. Most hát egy kis terasz. Aha. Lényegében kávézó terasz. Ez marha jó helyen van. Nagyon szép helyen van ez a hely. Ez a épület amúgy. Hát igen, amúgy jó néz ki. Pálmafák, telő, minden. Igen. És akkor ott pedig van lehetőség parkolni. Illetve itt lent is, meg itt elől is, ahol megálltunk. Úgyhogy elég sok emberrel fér itt. Aha, tehát és ez a cégé lesz. Gondolom ez akkor CG. Az a két parkoló. Így, hát ez az összes, ez a három itt. Ez, az, meg az. Azt a rohadt három is. Aha. Így van. Az igen. Ott az inkább ilyen mozgássérülteknek van. De azt is lehet használni. Jó. Úgyhogy lényegében ennyi. Jó, figyelj akkor mindenképpen, akkor határozottan szeretnél jönni hozzánk? Igen. Hát igen, ugye megbeszéltük a feltételeket, hogy ennyi, hogy beugrós, de szorgalmas beugrós. Jó, akkor figyelj, én nem sokára jövök, elmegyek egy percre, itt maradsz a többiekkel, elhozom a munkaruhádat. Jó, okés, jó, rendben, köszi szépen. Csávósznak szerintem amúgy már Csávónak, Márknak, mint hogy válfa így beállt volna hát a közepébe. Hát amúgy addig bemutatkozok nektek. Sziasztok. Kárló Peder, Szólió vagyok. Szia. Szia, András Taylor. András, szia. Vezérigazgató helyettes. Aha. Szia. Michael Wright, becsületes nevem. Szia, Michael. Hello. Hát talán már találkoztam, itt a Sándor Béla. Sándor. Ja, igen, emlékszem. És akkor nektek miért van fehér kalapotuk? Csak hogy tudjam. Nagyobb rangban vannak. Aztán így. Aha, látom, ilyen prémium kalap ez. Hát, nem olyan, mint az a barna. Prémium, ez mindegyik prémium. Ja. Csak a színben különböző. Igen.
És akkor lesz ilyen kis izé, egy darab kocsi lesz amúgy, vagy több? Ilyen a food truck. Na ez az, amit pontosan mi se tudunk. Nagyon bízunk benne, hogy több lesz, mert akkor ugye több ember tud egyszerre kimenni. Hát igen. És igazából így is vázoltuk itt a városvezetésnek, úgyhogy reméljük, hogy így is marad. Aha, igen, hát hogy olyan frekventált helyekre ugye több kocsival ki tudjunk állni, és akkor el tudjuk adni, amit kell. Így van, így. Uh-huh. És akkor szerződés is van a két étteremben? Igen, igen, a UV-val meg a 7-Eleven-nel pont a mai nap. Aha. Megegyezni, meg be is szállítani a dolgokat. Aha, aha. Na, az szuper akkor. Plusz ugye még saját kínálatunk is lesz, úgyhogy azon felül. Ja, hogy saját kínálat is lesz, na. Az is, így van, így van, így van. Az akkor még jobb, az még jobb. Így van. Úgyhogy lesz választék bőven. Jó, jó. Aztán már márkal még aláírom a szerződést. Így van, így van. Formalitás. Mhm. Na. Meg is hoztam itt a zsír új munkaruhát, majd ezt otthon vedd át, öltözz át benne, hogyha sikerül majd ezt dolgozni. Ezt odaadom, tessék. Jó, köszönöm szépen, átveszem. Aztán majd, köszi, köszi. Majd kibontod otthon, meg megnézegeted. Igen, én is. Úgyhogy figyelj, akkor holnap tudunk pontosabbat mondani, hogy akkor mikor is nyitunk, hány óra, akkor milyen teendők lesznek a holnapi nap folyamán, stb. Uh-huh. Jó, jó, persze. Azért egy kis... kóstoltatok itt a francia termékben, ami megmaradt még. Jó, jó. Igazából a 7-Eleven-t azt vágom, mert már vásároltam ott, mert nagyon sok helyen nem volt kaja, ott meg volt. Na, de ez francia, ez francia. Francia. Ez saját volt nekünk. Ez még a elődje. Itt a dolog. Hú, srácok, ezt nem fogom kiolvasni. De majd. Jó, köszönöm szépen. Szép színes. Köszönjük. Bármi is legyen ez. Ez egyébként francia lecsó egyébként. Lecsó? Hát meg nem mondtam volna, jól néz ki. Jó. Na jó van akkor. Na jó van akkor, nem is tartalak föl, köszönöm szépen. Ja, még a szerződést amúgy írjuk már meg. Ja, figyelj, holnap, jó? Mert itt még a cégbe, az önkormányzatnak engem be kell itt még iratni. Nincs pecsét. Ja! Így van. Okay. Nincs meg a nyomda. Aha, aha. A híres holnap. Pecsét. Uh-huh. Jó. Oké, okay, és akkor köszi. Mindenképp. Jó van. Eladó ladátok nincs? Nincs. Már nincs szerencsére. Szerencsére. Jó van. Akkor köszi, szia, srácok. Szia. Akkor... Addig rám vagy utalva. Sziasztok. Ja, sziasztok. Szép napot. Sziasztok. Hú, srácok, ez nagyon jó hangzik amúgy, és itt van Bakker, ez a... Nekem rohadtul bejön ez az épület. Nem tudom, hogy mennyire fogják ugye a külsejét átvariálni, de azt hiszem nem szokták, csak mappolni szokták, vagy micsodát. Nagyon jól néz ki. Az, mint hogyha nekem nem tudom, egy kicsit így a... Hát ilyen nagyon japános lenne egy picit. Igen. És, hát nem nagyon picit, hanem érted? Meg ez a pálmafák tök hangulatos. Annyi parkolóhely van, mint a franc. Na, akkor ugorjunk el szerintem egy izébe. Ruhahelyhez. Mi az? Nem jut eszembe a neve. Van egy nem messze tőlünk. Házhoz. Lakbér, nem tudom minek hívják, most nem jutott eszembe. Mert nem garázs, valamiért pont arra gondoltam. Keresünk egy másikat, úgy érzem. Na már? Ja, lehet. Rendőrségi lezárás van. Nem ruhaboltot akartam, hanem... Ez. Ingatlan. Ez. Ingatlan. Hát szerintem menj tovább, és nem ennyit el balra. Na de, várjál már, úgy láttam, hogy neked hasonló a ruhád. De akkor beszéltél már, és akkor te is leszerződtél velük. Én még nem szerződtem le. Hát én jó. Sokat nézegettem a posztert, és úgy akartam kinézni, mint azok a fazonok. Yeah. Hát, ha hamarabb bevesznek. Ilyen megnyerő ruha. Aha. Így van. Hát én meg... kalapom az még nincsen. Igen, én meg látod, ide jöttem tök más ruhába. Én erre nem gondoltam. Az. Erdó. Nézzek, bazd meg, kitolnak a piros alól. Jaj. Á, kezem. Jó, a srácok, jó vagytok? Jó vagytok?
Szerencsére engem megfogott az öv. Hova tűnt a izé? Meg vagyunk persze. Ja, nekem csak a kezem egy picit. Nem volt nagy. Aha, jó vagyunk, kösz. Hova tűnt a izé? Ami? Most ezt nem tudom, hogy mondjam, lehet elvitték érte. Elvitték az UFO? Aha, szerintem igen. Nem volt bekötve az utas? Ott van. Az baj. Szerintem golyót neki. Az jó. Hát úgy tűnik, hogy nincs rendben a haverotok. Akkor hívok mentőt. Jó van, de ti jól vagytok? Jól vagyunk, köszönjük szépen. Ti is meg lesztek? Ja, meg leszünk. Hát igazából minek meg se éreztük. Ja, mi se? Amúgy én se. Nem tudom, hogy furcsa csak volt. Egy picit. Na jó van, akkor sziasztok. Megvan. Figyelj, személyi sérülés van, nem biztos, hogy itt kéne hagynunk a helyszínt. Rendőr, hát ha minket is megkérdez. Nem fog. Menjétek nyugodtan. Ja. Biztos? Oké. Okay. Tényleg nem voltam úgy nagy pukkanás, szerintem belénk lakoltak. Nézd meg, körülnézek, kíváncsi azért vagyok törnek a össze, ha nem nézek körül, azért törnek össze. Hát tudod, ez annak a jele, hogy végre ki kéne próbáljam a verrádat. Ugye a benzin az miért van 65%-on már jó ideje? Nekem nem csökken. Itt balra be. Úgy. Itt. Kösz. Na, megnézem azt a ruhacsomagot, amit kaptam amúgy. Ha már úgy van, akkor fel is veszem, érted? Bezártad a verdád? Be. Na, király vagy. $178. Íh, az drága. De hát ez van. Honnan van Alex neki? Igen. Hát PP-s, bitcoinos. Ja. Na nézzük a ruhámat. Mit kaptam a dobozba? Ruhánk. Az igen. Micsoda pacek lett a szerkó Kárlónak. Kemény. De amúgy jól néz ki. Ja, várjál. Ez nem az a ruha. Ezt magamnak csináltam. Várjatok, mert volt itt még egy. Ez az a ruha, de ez is jól néz ki amúgy. M4-ed van? Na, az király. Biztos jól megy. Hútuningos. Remélem a maszk amúgy nincs rajtam. Vettem maszkot, nem tudom, hogy mindegyik ruhához van-e. Most Alex az... Hol van? Ja, itt van. Az igen. Amúgy jól néz ki ez a kis ruha. Ilyen kis előkelő. Na mi van, Alex? Eladó full tuningus Audi RS. Jó, oké. Na figyelj, akkor addig intézd már izét. Hirdessél már még egyet, léci. Aha, csak nálam nem töltött a izé a benzin, mert már... Nekem 65 volt itt, meg 77. 3-20 a vége? Becsatolom magam tanulval az előzőek esetéből. Milyen előzőek esetéből? Hát akik megtoltak minket a lámpa alatt. Aha. Várjál, én is körbe kukkantok. Miben segíthetek? Micsoda? Várjál, valaki visszahívott. Várjál. Srácok, hogy a rákba kell? Hogy a rákba kell megpörgetni? Bent is. Ja, hocsi, pörgess meg. Hogy kell megcsörgetni?
Ja, de várjál, ő izé. Ja, ő írt, akkor itt az előzményekben, itt így. Hívás. Ő hívott. Vagy ő neki írtam. Jó napot. Szép jó napot! Elméletek, van valami kocsi eladó, a minden igaz. Igen, egy piros kis zasztava. Zasztava? Milyen? Tuningos vagy nem tuningos? Nem, motorikusan alap. Teljesen piros színű. Motorikusan alap? Milyen árban van? Hát azt a hirdetés miatt keres. Ja, persze, persze. Hát az, nem tudom, mennyire gondolt az úr, aztán majd egy közös nevezőt megbeszélünk. Az a baj, hogy már fingom sincs, hogy mennyire hirdetted meg. De amúgy azt mondtam, hogy az árat majd megbeszéljük. Ja, hogy megbeszéljük az árat. Oké, várjál. Az a baj, hogy fogalmam sincs, hogy milyen árba mennek ezek. Szalomba 1200. Figyelj, 1001 a szalomba. Igen, igen, azt vágom. Jó, jó, jó. Ugye próbálok keresni egyet gyorsan és lejjebb alkudni. Figyelj, dobjál addig egy kontaktot, vagy mi az kontaktot, egy izét, GPS-t. Hogy hova menjünk? Koordinátát. Hát persze. Hogy hogy mondja, uram? Elnézést, nem figyelj. Persze, persze. Menjünk, azt nézzük meg, igen. Na, de mondjon egy árat, mert az a baj, hogy a lefoglalt garázsban van, aztán nem veszem ki, hogyha olyan. Eladóz azt a motor full turbo full. Érti. Aha, tehát 1001. Figyelj, adok érte. Mennyit adjak? Igen, 3-20 a vége, 6-700-nál többet ne adj. Figyelj, adok érte. Na? Nagyon nagy szívvel adok érte a 600-at. 1500 körül megy full tuningosan. Igen, igen. Hát 800 esetleg. Figyelj, akkor találkozunk a kettő között. 700, és most megyek érte. Hát rendben, akkor a lefoglalt garázsoknál találkozunk. Jó, oké, megyek. Rendben, 5 percet kérek. Oké, csá-csá. Lerakta, lerakta. Na, lefoglaltakhoz, és lesz egy zasztavám, egy alapra zasztavám. Nekem jó az, srácok, ne adj érte 1001-et, 600-at adj. Ne, figyelj, 700-at vett, 7 goalkeeper. 700. Mi? 700 az sok. Melyik lefoglaltakhoz, a városihoz? Hát gondolom. Figyelj, figyelj, megnézzük, hogy mennyi, aztán majd egyébként a gyári alap az 1025 lóerő ebbe a dögbe. Azt a kurva, amúgy nagyon. De az lett főcsipelve, tehát fogalmas is mennyi paci van most benne. De minden benne van, amit bele lehet rakni. Aha, az jó. A motorjába. 700-as is sok. Tehát okay. Azért mondom, egy padon mértük, az a pad az csak 700-ig mért. Figyelj, elhiszem, hogy sok érte és 600 jobb lenne, de 100 dollárról nem fogok ingatasoskodni. Nem tudta megmérni rajta. Igazából, ha úgy van, egy taxifúvar alatt megcsinálom. Ki az a hülye, aki még egy ilyen autót megpöcköl? Ja, de amúgy ez nagyon megy ez a kocsi. Ott voltunk egyébként, vigyázz, belénk jönnek hátulról megint. Ez micsoda? Mi az a kiállítás itt? Ja, a szállító autók, meg idehozzák a lefoglalt járműveket. Ennyi tovább. Elvileg itt lesz az úr. Itt lesz az úr. Itt van az úr. Nehogy kiszállj. Várjál, ide beállok. Jó. De figyelj már, abba az zasztavából kihajtott egy bokor. Olyan régóta állod, az nem zasztava. Az nem zasztava? Akkor mi a rák az? Ford LTD? Valami a kocka autó az is. De azt hiszem tényleg Ford LTD. Amúgy mennyi srácok ebbe az asztavába például egy full tuning? Na figyelj, én addig itt rágyújtok, azt elmélázok, ha kell adásvételi, van a keszi tartóba. Oké. Mert hogyha megveszem 700-ért, 1007-ért hirdetnek, ha 1000 a full tuning, akkor jók vagyunk. Annál több, akkor nem. Szerintem kajára. Megeszem ezt a tálat. Ja. Annyira azért sokat nem töltött, de nem volt rossz. Hát, ígyunk egy ilyet. Ja, megiszom ezt, mert ez többet tölt. Szóval akkor baráti jár. Hát remélem, amúgy ez a lefoglaltakhoz jön. Na mindegy, akkor... Szevasz, Pedro!
Felszó, hogy emlékszek, az infrás. Igen, úgy vagy benne a telefonomban, hogy Pedro az infrás, azt hiszem. Ja, ennyi, emlékszem. Amúgy Ladát nem nagyon akartam, srácok. Nem tudom, nekem az annyira... Persze, majd tárulókocsinak jó az ilyesmi. De hogyha az van, az lett volna, csak akkor az van. Turbo full. Motor full, turbo full. Tehát akkor ez nem full tuningos amúgy. Hanem csak ez a kettő. Na, lett egy M4, ez az király. Az király. Mi ez a sok sziréna? Hát megőrülök. Nyomják már el magukat. Zaszta van, 500 ér. Ezt hívtam? 500 ér hirdeti az asztavát. Na, azt kincsből szerezted? Hát figyelj, akkor gyere, aztán gyorsan add el nekem. Még nem vettem meg azt az asztavát. hát jó, nagyon több mindent nem látok. Értelmes dolgot gondolom, most van a rablás, azt azért víjognak ennyire az izék. Az a KTM, ez jól néz ki. Nem szeretem a motorokat annyira, de a KTM az, az faja. Ah, itt a Twitteren ilyen, nem ilyen hirdetések mennek. Oké. Okay. Még a kincsemre kéne amúgy ránézni. Morrisons, oké. Okay. Nem tudom, hogy látod-e, hogy mennyi pénzem van. De aztán nem kiemgézni, hogy én akarok venni egy kocsit. Cadillac-et keres? Az igen. Hát nem is tudom, mi lehet az ára. Mi van már ezzel a csávóval? 5 percet kért. Már rég letelt. És amúgy ez a... Ez a izé is egy frakció. Hoppá, bocsánat. Ne haragudjatok, srácok. Ez, szóval ez, a, ez is egy frakció, ez a izé. Autó... Traileres. Na, Mizu. Kicsit elbambultam. És semmi. Hát várunk a srácra. Ó. Oh. Oké. Okay. Ja. Igen, hát annál nem ér többet. Gondolom én. Optikás, jó, hát engem aztán marára idegen hagy. Figyelj, az optika az nem szépít rajta. Lehet, hogy csak rönt az árán. Ja, egyébként, még azt elmondanám erről. Lehet, Lajcsínú. A bizniszről. Igen? Aha. Addig beülök. Az autó papírjai. Igen? Képzeld el. Kiváltottam, fizettem. És nem kaptam rendszámot. Miért? Lopott volt az autó? Nem, valami rendszer hiba miatt nem lehetett regisztrálni az autót. Wow. Hát baszki, személyesen a miniszterelnök jött elnézést kérni a kellemetlenségért. Nem mondod. De, komolyan. Az igen. Hát akkor nagyon értékelte, hogy megvetted ezt az autót. Igen. Az igen. Na, mi van már ez az emberrel? Addig... Egy pillanat, jó.
Ja, nem haragszó akkor. Úgy érzem, ebből már nem lesz semmi, úgyhogy ezt a sört bepattintottam, amit mondta, vagy kaptam tőled. Nyomjad, helynekken. Kicsit fejbe is vágott, úgyhogy innentől te vezet. Jó. De hogyha megveszem a Verdát, akkor vágod, hogy valahogy el kell vinnem innen. Ha már vettünk. Jaj, bocs, micsoda? Ez a Gusto Greg, tudod? Vettünk most a burger shortba. Igen. Ez az, amit gyorsan leszorítom. Ja, igen. Jó, nyomjad. Ja, felszívja. Aha. Minden rendben legyen. Nem csinálni kéne valamit. Szerinte... Ja, hogy nem jön ide a srác? Figyeljetek, megeshet. De hát most írta, hogy mindjárt jön. Hát, hogyha itt van, lefoglaltak be a kocsia, és neki csak az egy kocsia van, akkor nehéz ide jutni. Meg pláne azért te vezet. De most zsíros a kezem. Zsíros a kezed. A hamburgertől? Hát? Nem láttad, hogy ettem? Jó étvágya. Még a malacoknak mondják, hogy úgy esznek, mint az Alex. Igen. Alex. Tém. Mik vannak itt a csomagtartó? Te hallod, a kesztyűtartóban van a jogosítványod. Tudom. De miért van ott? Mi hol legyen? Hát nálad. Nálam van a személyim elég az. Az igaz. Srácok, hogyha ő az biciklivel, akkor meghalok. Defektes lett 4 kerekem. Írd már ki még egyszer, hogy 2005-ig veszel autót. Majd kiírom, miután beszéltél újra azzal a csávóval, akinek... Azt írta, most írta, hogy 4 defektes lett, mind a 4 kereke véletlen. Na mi, te tőretette a kocsit? Hát nem tudom. Na, akkor hívj egy taxit, vagy valami. Ha? Hát mondjuk. Orgázbot. Van eladó horgászbot, nem érdekel? Nem, van az is a csomiba. Igen? Na. Fűrész, balta, horgászbot, csali, kés, távcső, minden, amit akarsz. Aha. Én beszerveztem itt mindent a hobbi munkákra, amit beszéltünk korábban. Ja, hogy mindent beszereztél, aha. Fényképezőgépet is? Azt nem. Azt minek? Nem, mert van ilyen hobbi munka. Van fotós hobbi munka. Ja. Hát figyelj már addig, akkor menjünk, azt nézzük meg a izé kincsemet a rágba. Nem, ugye eleve? Hogy van ilyen munka? Mi ez? Maurice Sans. Jó, hát azon a madregényes tájon, ahonnan én jöttem, ott ilyenek nem voltak. Hát mit tudsz lefotózni a mocsárt, amiben süllyed egy teherautó? Hát kinek küldőd el, még a műholdak sem mennek azon a tájon. Ja. Figyelj, addig megnézem a kincsemet, valami Maurice Sans, vagy mi a francia felirat. Maurice Sans? Srácok, abúgy itt rájöttem, hogy a Fluxnál, igen, itt ez a praktika, lehet, hogy a Flux Instagramján itt megtaláljátok az összes kincset lefotózva, és így meg tudjátok keresni, úgyhogy tök rendes tőle. De lehet, hogy azt már mondtam a múltkori videóban, csak megemlítem még egyszer, hogy... Bocsás, meg kicsit megfáztam. Én ugye amúgy nem ismerem annyira mappot. Én meghűltem egy kicsit a lehúzott ablaknál 3 kilónál. Jó. Hát akkor húzd fel. Ó, srácok, nem találom. Olyan picibe vannak ezek a képek. Ez a Maurice Sans, vagy nem tudom micsoda. Ha megtalálnád, akkor szólja. Nem az összes van fönn neki. Hát figyelj, ami eddig meg fönn volt neki, azt én megtaláltam. Oké. Tehát jobb hiány, hogyha nem ismeri az ember a mappot, mint én, akkor így tudja megtalálni a kincseket. Ilyen mókás módon.
És amúgy tök faja cipőket lehet találni. Amiből jön a cash. Mondjuk ti most tőlem harára nem látjátok. Eladó robogó. Hát figyelj, mondjál még valamit erről. Ennyi, egy táblán van ez fölírva. Hogy Morris? Aha, valami Morris. Pont nem látom amúgy. Az micsoda az a nagy bigyó? Nem ez az. Megvan, megvan, ez az. Elnézést. Gondolom nem önökkel beszéltem az asztalával. Az asztalával. De igen. De igen. Tényleg? Ja. Na jöjjenek. Jegyezz már meg, hogy 0.41-es bigyónál van, meg 0.42-es izénél. Ezt jól megmondtam. Jó van, aha. Ilyen pöttyögtél, tudod? Igen, megtaláltam. Na, így kell megállni egy dodge-ra. Azt a mindenit, te ronda. Koszos... Hát, igen. Hát ez a szín, az szörnyű. Át tudja festeni, akkor érdekli, vagy sem? Hát figyelj! Lehet, hogy a 700 egy kicsit sok érte, mert rettenet ez a szín. Akkor 600, csak esünk túl rajta, már el akarom adni. Jó, legyen úgy. Nem, figyelj! Akkor átutalja. Átutalom. De ugye nem rohad alulról meg ilyenek. De hogy rohad. Nyitva van? Ja, addig vizsgáld már át, léci. De ne hajts el. Nem megyek sehova. Biztos, hogy ne hajtson. Önök fogják nyitni azt a food truck céget, ugye? Hát igen. Jól tudom. Na. Halló? Akkor most mi van? Átutaljam a pénzt, vagy nem? Utald. Na, hát akkor telefon. És utána egy... Bederő. De van a kontaktunk, uram. Mit csinálsz? Tudja, mit igényelek öntől 600-t, és talán az csak egy kattintás. Tudsz igényelni? Igen, kattints rá, akkor át is jön nekem a pénz. Nézze meg, 600 kereken. Hol a faszom? Mi srácok? Hol? Szevasz, Freeman. Menj már innen, te rossz csont. Jó, hol van. Megvárom. Tessék, rendben, itt, meg is írom akkor a szerződést. Ja, mi fogjuk csinálni a futrákot. Ha kell szerződés, van a keszi tartóba. Jó van. Van nekem 8 darab. Majd mindenhol meg leszünk a városban. Mindenhol lehet majd finom kaját kapni. És így fognak furikázni aztán? Persze, mi mozgó kajáda leszünk. Aztán leintem önöket is akkor. Nem feltétlen, hanem mi kimondott helyekre kiállunk, és ott árulunk. Ja. És vannak elég szerződött partnereink is. Elég. Ezt úgy mondom, srácok, mintha izé már évek óta itt lennék, benne, azt most vettek föl. Ennek az autónak az egy baja van, hogy sáros. Semmi más. Azt mondjuk, kocsi mosó megoldja. Igen, volt pakolás. Jaj, azt én is láttam. Ez az önök problémája. Működnek a kulcsai? Igen. Hírálj, akkor... Na, akkor meg is vagyunk. Köszönöm szépen, tesó. Én köszönöm. Szevasz. Na hát akkor Alex, kiment belőled a sör, vagy kipárolgott? Persze. Jó. Akkor menjünk, lerakom ezt a Verdát. Utána megtette a hatását. Király vagy. Most mit csinálsz? Mondom, lerak... Megnéztem, én csak kiülve az anyósülés. Ja. Hát figyeljenek a kocsinak amúgy mindegy. Szerintem egy darab üveg nincs. Tessék? Nem hallok, amikor szirénáznak. Ennyire tiszta. Ja, semmi, mondom, menjünk, tegyük le a kocsit. Elég viccesen nézek ki amúgy benne. Egy kis mókás kocsi. Na várjál, hova tegyük le? Szerintem ide föntre kéne. Ebbe. Na, mert az közel van a taxihoz, jó. Tinkig megyek itt, szarok bele. Na nézzük, mit megy, srácok. Végre van egy kocsim? El se hiszem. Végre. Hú, de szarul megy. Azt a betyárján. Egy verseny. Árján, nem akarok visszaváltani itt balra. Egy verseny.
Ja, úgyhogy igen, ez a food truck, ez nagyon rotyogni fog, és tök jó lesz, hogy ki fogunk állni szerintem majd ilyen főpublik. Ja, igen, ilyen frekventált helyre, aztán áruljuk majd a kis kajánkat. Embereknek figyeljetek, meg se kell mozdulni. Egyből, házhoz, majdnem, hogy házhoz megy a kaja. És nem akármilyen kaja, mert 2 izével le is szerződtek, gondolom a legjobb cégekkel a városba. Úgyhogy faja lesz, faja lesz. Jaj. Ott ment egy nínós autó. Á, csávó úgy adta oda, hogy nincs megtankolva. Menő. Hát figyeljetek, ez az asztava, ez jó arra, hogy eljussak A-ból B-be. Igazából nem egy nagy tűz. De legalább végre bele tudok pakolni minden a lomot, ami nálam van. És utána megnézzük a kincset. Megkeressük. Jaj. Amúgy tök jó fordul. De hát nem csoda, mert nem megyek semmilyen sebességgel. Na, először is megnézem, hogy akartam-e, igen, akartam belerakni cuccokat. Hát egyben ilyen táruló autó is lesz. Kepi, köszi szépen a feliratkozást, köszi. Csomagtartó. László, köszönöm szépen a feliratkozást, köszi. Nagyon királyak vagytok, ezzel támogatjátok a csatornámat. Köszönöm. Igen, egy rádiót is becuppantunk. Hát szerintem ezt a 22 darab tűcskét is becuppantom. Amúgy srácok, Tom azóta sincs, úgyhogy én már elengedtem azt a témát. Biztonsági kártya, oké. Van nálam szivar. Ezeket innét bepakolom szerintem. A tattyeremben mondjuk tök jó lenne, hogyha nem egyesével csinálnám. Hanem így. Úgy, és van egy horgászbotom is, ja. Majd horgászni is elmegyünk. Na és akkor itt elvileg le tudom rakni. Uh-huh. Le van rakva, jó. Na, mizu? Hát figyelj, a csomiban nem hagyott semmit, a kesztyű tartót nem néztem meg. Bepakoltam mindenféle lomot, ami nálam volt, tudod, amit találtunk Tommal. Na várjál már, hadd vezessek én. Jó. Na hát, igazad van, arra rövidebb. Le kellett törődni. Na, akkor bejelölted azt a helyet? Bá. Na, akkor igyekezzünk. Na, próbáljuk ki, nézzük meg, milyen srácok. Amúgy, várjál, így. Uha. Nagyon csúszik. Ez nagyon szokatlan. Hát egy kicsit jobban megy. Jaj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 
Hát szokni kell. Ez nem olyan, mint hát az tudom, asztaba. Hát tudom, hogy szokni kell. Hát tudom, hogy szokni kell. Azt a rohadt élet, az megy. Jézusom! Vigyázz, trafi előttünk. 180. Nem 80, hanem 180. Belső sávban ilyet csinálsz, hát... Itt valami rossz pár, mi a franca? A tesz. Ki van törve amúgy a hátsó lámpád? Itt látom a tükörbe. Tényleg? Kajakra. Mi vagy, belénk jöttek? Azt a rohadt, ez nagyon megy. 330? Jézusom. Hát ezt úgy el lehet dobni ezt a kocsit. Nem, vágom. Na és akkor így maradt 2200... Hú, bazd meg, bemért egy trafi. Figyelj, miért nem szóltál, hogy trafi pax lesz? Hát bemért. Hallod, én vagyok a sofőr? Nem. Úristen, ez nagyon lehet tépni. Különben, és ha nem látnád, még mindig eszek. Ja, de látom, jó van. Jó, hogy te vágyat. Köszi. Hagyadik hamburgert nyomod az arcodba. Negyedik. Negyedik? Jó van. Na most már kezdek jól lakni. Azt hittem, hogy most kezdesz éhes lenni.
Mert a nagy várakozáson megéheztem. Meggondolom. Na, visszafele ez a kanyar becsapós. Persze. Nagyon komolyan mondja ez a kocsi. Ja, majd a kesztyű tartott, azt megnézem. Jajjaj, itt lesz trafibi. A 180. Meg itt van valahol, azt hiszem, a serépség. Úgyis, oda megyünk jobbra. Hú, ez... Akkor csúszik meg amúgy a kocsi, amikor nem számítasz rá. Én. Ezt úgy kell vezetni. Hogy? Hogy amikor megnyomod a gázpedált, számíts arra, hogy megcsúszik a senki. Aha. És itt most mit keresünk? Valami moons. Hát te mondtad. Azt mondtad, hogy 0-1-1, 0-1-1-2? Ja, menjél tovább. Na, fordulj be balra, aztán megint balra. Nem látom azt amúgy. Ott nem. Az már hotel, túl leszünk. Az nem majdnem Morinsz. Itt van. Hol? Ja, itt van tényleg. Csak kiböki a szemem. És hol a kincs? Ott a kincs! Ott a kincsem! Nézzük, mit kapunk! Egy fegyvertöltényt. Hű, bakker. De találtam egy fegyvertöltényt. 9 mm-es. Alatt találtam 5 darab 9 mm-es töltény. Az jó. Igen. A lőszerbirtoklást is elítélik. Szerintem is. Ugye, gondolkodtam rajta, hogy meg kéne nézni a horgászatnál vannak-e. Megérdeklődni, hogy mennyibe kerül egy engedély. Jó van. Hát, ha van itt valaki. Jaj, nagyon megy. Ó, vannak. De várjál, lehet, hogy megcsörgetem a csávót, aki meg megvan a kontaktja. Mert kaptam ugye múltkor egy kontaktot, hogy itt dolgozik. Melyik az? Olyan, telefon, Misha, infra. Autós iskola, az nem. Horgász. Your call has been forwarded. Nem, nincs itt. Ó, tele van pénze. Szép jó napot. Szép napot. Urak esetleg itt dolgoznak a horgászból? Hogy a viharban-e. Komolyan? Igen, igen. Na, zsír. Szeretnék érdeklődni, hogy horgász engedély az milyen árba van. $300. $300, jó. Akkor szeretném megcsinálni. Na, kell. Jöjjön be. Jó, megyek. Alex, addig maradj itt. Még mennyi az engedély? Várja, még eszek. Na, hát akkor meg is csináljuk az engedélyt, menj már. Na. Szóval akkor hogy néz ez ki? Egy pillanat türelmet kérek és mondom is. Oké. Na ez az egész úgy néz ki, hogy átadja, vagy utalja a pénzt. Készpénz vagy utalás? Utalás. Rendben van. Dobok egy kontaktot. Nem tudsz olyat dobni, hogy ilyen minuszos számla, az előbb küldtek, tök menő. Tudom, csak az is kell kontakt. Ja, nyomjad. Elküldtem, fogadj és légy, akkor küldj egy pontot. Vagy valami... Egy keresztév kéne. Dominic Toretto. Dominic telefon. Hát szerintem... Szerintem te vettél föl. Várjál, átküldöm a kontaktomat. Vagy nem tudom, hogy működik ez, de én nem találok. Sziasztok, tiszteltem. És akkor miért nem vett? Kárló, Pedersz, Úrjó. Személyesen. Bekönyvelem.
Ez a Dominik csávó lesz, az hogy mi a franc? Nem tudom, miért már srácok, hogy itt hogy mentél. Bár már csak vörös fokozat. Vörös fokozat van? Amúgy mindig vörös fokozat van. Még kalapja van, menj be az úrnak. Ez kemény. Na így is jó. Uram, adok egy akciót, hogyha... Figyelj! Igen? Kettesbe beszéljük meg. Jó, adok egy akciót, hogyha e-mailbe, oda a e-mailünkhöz írsz nekem egy ilyen dicséretet, vagy nem tudom, érted? Igen, igen. Na, és megemlítesz, akkor megcsinom $100. Figyelj, engem nem érdekel, hogy izé olcsóban adod, nekem belefér. Az a lényeg, hogy átmenjek. Ja, jó, akkor adom hát. De a dicséretet is kapsz, mindent kapsz, csak menjek át. Intézzük akkor. Okosba. Nem akarok én itt szarakodni ilyen izével. $600? Ja nem, 300, jó. Elvileg ment, ugye? Köszönöm. Ja, zsír. Ó, van. Akkor egy személyi igazolvány kérnek? Személy, persze. Hogy kell használ? Elmutat. Tessék, itt van. Okosba kell minden ilyet megoldani, srácok. Amúgy mutka izével is beszélgettem, ugye a driving school-os csávóval, hát ő nem volt benne az ilyesmibe. Lesz egy horgász engedélyünk. Hogy a legjobb helyen tárgyalunk ilyen témát. Amúgy miért van ennyire kiégve itt a fehér rész? Na, akkor... Szép napot. Szakíts meg egy járgányt. Tessék? Szakíts meg egy járgányt. Várjál, mert most... Aztán mekkora kereszt van. Ja. Na, akkor felteszek néhány kérdést. Milyen fajta halak találhatók meg a város vizeiben? Hát van az a karthal. Igen. Bozzeg, nem készültem. Van ilyen ponty, gondolom. Mindegy, lényeg, hogy át fogsz menni, jó? Milyen fajta, melyik faj kifogás illegális? A teknős. Így van. Ezt tudtam. Hol szabad horgászni? Köszi. Hogy hol szabad horgászni? Igen. Hát ahol szabad? Hát igen, aki előtt helyeken. Úgy is, jó. Hol lehet beszerezni az eszközöket? Gondolom csak itt. Így van. Szép napot. Kereskedhet-e ezek az eszközökkel? Természetesen nem. Így van. Hol, mivel közelítheti meg a kijelölt helyeket? Hát nem tudom, attól függ. Gyalog is. Meg gondolom közelbe lehet kocsival, de nagyon közel azért nem. Így van, így van. Szia, is jó horgászást, kösz-kösz. Hát mindenki csak fel szokta olvasni. Én nem. Hát oda én megoldom a kocsba. Ezt jól jegyezze meg. Mit? Az engedélyszámot, ez lesz az engedélyszáma. Ja, jó, jó, megjegyzem, nagyon jó. Ez a 001386. Ezt én nekem meg kéne jegyeznem kajakra. Várjatok, srácok, föl kell írnom. Fölírom egy zsepire, nagyon praktikusan. Várjál, mi volt ez? 0013 0013 86. Ugye ez volt? Aztán nem az én engedélyszámomat használni. Tehát várjál, nézem, aha, a papíron 001386. Így van. Jó, ezt akkor elteszem. Meg, ha kérik a rendvédelmiek, akkor ezt kell a... Aha, oké. Okay. És én erről kapok valami bizonylatot, vagy én most sikeres vizsgát tettem, vagy ilyesmi? Ön ezt a számot jegyezze meg, aztán ennyi. Hogyha meg elfelejti, akkor jöjjön vissza, és mutat egy személyt, és akkor vissza tudják mondani a számot. Oké, oké. Jó. És a többit azt majd tudom intézni ennél a szép hölgynél, mi? Így van, így van. Jó, hát akkor köszönöm szépen nagyon. Hát nincs mit. Akkor további szép napot, aztán... Szép napot. A kereszt nevét azt...
mondja meg, hogy kit kell dicsérnem. Az e-mailest? Igen. Vagy tudja mit, dobját inkább izébe, telefonon, SMS-be, és akkor biztos, hogy nem felejtem el. Felírom ide egy cetlire. Inkább... Szabolcs. Amúgy bebizélem a csávót. Vagy írjam SMS-be? Ja, inkább dob át SMS-be, akkor nem felejtem el. Jó, kösz, és akkor téged megdicsérlek, mert nagyon sokat tanultam. Oké. Na, köszi, akkor szép napot. Hello. Szia. Sok. Benne lesz egy rendszerben a neveddel együtt egy Google táblázat. Jó, én azt hittem, srácok, hogy itt van ilyen papírforma. Alexa, szól van. Szól. Ja, hogy ott van fönt. Aha. Hát én ezt már most megvenném. Az a Porsche Cayenne. Azokat szeretem. De a... Szavasz, a te, Alex. Hello. Szavasz. Vizsgázol te is? Aha, én már túl is vagyok rajta. Már csak az engerész. Nagyon nehéz volt, hallott, nagyon nehéz volt. Nagyon alaposak itt az emberek. Igen. Persze. Azt a milyen retkes az a Porsche. Jézus. Én is azt néztem, hogy milyen szép és milyen ronda. Így van, azt. Szerintem forgászni volt. Lehet. Aha. Jó, akkor megvan, uram, igaz? Igen. Jó. Hát, igen. Igen, nyomtathatnának. Vagy legalább egy ilyen kiállított cuccot. Nem, nekem van sportorgázbotom. Aha, jó. És csaliuk van? Igen, van a csomagtartóba. Te figyelj, amúgy nekem nincs, úgyhogy én lehet, hogy veszek egy... Ja, akkor jó, te vegyél. Kaptam ajándékba, úgyhogy úgy voltam vele, hogy kipróbálom hamarosan. Nem, ez nem GTA Lowrend, hanem RP. Nerdwise. Akkor menjél be, nyugodt. Ja, azt hittem, hogy itt az úr bótol velem. Ja, nem. Ben, nyugodtan a boltba, menjél be, ott lehet a pultnál venni egyébként. Igen, azt mi nem tudunk adni sajnos olcsóbban, meg semmi. Horgászba tudtunk, meg sima botot. Jó van. Sport, sima. Jó van, oké, köszike. Nem tudom már. Akkor veszünk még csalit is. 350 a sporthorgászbot, én múltkor 200 évettem. Kéz alatt, giliszta, $4. Gilisztát vegyél. Tudom. 20 elég? Egyen 30, nem olyan drága. Nincs pénz nálam. Van itt egy ATM? Itt a senki földjén van egy ATM, vajon? Hát nyilván nincs. Ez micsoda? Szia. A 911 turbót? Uh-huh. Nekem olyan van. Nem az van neked. De a 911 turbó. Amúgy kár, hogy nem lehet kártyával fizetni. Az micsoda? Pandem. Wow. Vezetsz? Ez nagyon tuning mutyi kocsi. De figyelj már, nem tudtam venni, mert nincs nám készpénz. Te figyelj már. Figyelj már. Nekünk másik szerven is úgy voltak táblázva, a fegyverengedélyek jól működik. Tessék. Ja, oké, csak így nekem fura. Kösz. Akkor megyek, veszek. Jó, addig itt megvárlak. Várjál, $4, 10... Jaj, rossz ajtón akarok bevenni. Szóval 10, hát akkor 10-et tudok venni. Akartam legalább egy 20-at venni. Tudod, még 15-öt veszek, az még belefér, nem? Te belefért, jó. 15 gilisztát vettünk. Halló. Igen, varázslat, a Porsche tiszta lett.
Na, figyelj, szerintem lehet, hogy mi lenne, ha lemennénk egyet pecázni. Lenne kedved hozzá? Na, megnézhetjük. Hallod? Jó, jó, csak ide be... nem jöhetünk be autóval, igen. Miért nem jöhetünk be? Hát odavered az alját, aztán gatya. Ja, jó van, de figyelj már, itt nem látja senki, hogyha elmegyek pisilni. De az biztos, hogy nem. Hú, srácok, egy perc taktikai szünetet kérek, mindjárt folytatjuk. Lehet amúgy ilyen animációt nyomni? Á, lehet, király. Okosan. Na jó, mindjárt jövök. Mert akkor ide jövök. Na, meg is vagyunk ezzel. Na, tegyük el ezt. Jaj, ez már nem kellett. Na, menjünk. Ó, letörölgeted a kocsit? Király vagy. Ja, muszáj. Hát itt egyből össze fogom cseszni, hogy kitolatok. Nem baj, csak nem. Hát, ha rajtam múlva. Szóval, elütöm valamivel az időt, amíg itt... Könnyítesz magadon. Ide kéne lemenni. Szerintem, ezt múltkor kinéztem. Vidéken mindig telibe találja egy madár. Mire? Nem tudunk más úton menni. Hát nem. De figyelj, itt kell menni a izén. A Jinjan. Izén. Milyen Jinjan? Kollégákat? Nem itt? Milyen kollégákat? Mi? Kollégákat nem kérdezed meg, nem jönne még valaki pecázni? Kicsit haverkodjunk. Hát, ha neked van valami infód róla. Jó, akkor most itt megállunk. Na, te kiszállsz, aztán telefonozom. Ja, jó. Azt hittem, hogy fel tudod hívni őket. Honnan lett ez én a kocsi? Nem fogom megütni a bokámat. Remélem, nem értesz a szóból. Aztán még én fizessem ki utána, hogyha esetleg szétnyílik a hajtásház. Odavered a kardánt. Szeva, figyelj, egy kérdés. Nem jön valaki a srácok közül pecázni? Nincs kedvetek? Hú, hát figyelj, jelenleg...
Én itt vagyok ingatlannál, valaki pecázott az előbb, de már most nem pecázik. Na jó, van, gondoltam, hogy egy ilyen kis izé ismerkedésnek Alex, jó. Alex, hol van? Oh. Alex-el megyünk, Alex-el megyek. Ja, Alex-el megyek. Hát figyelj, ja. Hova mentek? Hát még egyelőre nem tudom, mert Alex vezet. Hova megyünk, Alex? Figyelj, nekem mindegy. Azt mondja, hogy csak, neki mindegy. Csak ne offroad legyen, mert nem tudok elvenni hát, ott ezzel az autóval. Helyet, mentek, oda verem aztán, az alját. Vagy küldj egy kollégát, vagy aztán ha úgy van, akkor kinézünk, ja. Nem tudom, hol lehet pecázni? Bárhol? Nem. Figyelj, hivatalosan? Hivatalosan. Hát mi nem hivatalosan, megyünk mindenhova. Jó, akkor küldj. Menjetek nyugodtan. Ahol akar. Jó. Oké, jó, jó. Ali. Ciao. Azt mondta, hogy menjünk bárhova. Ők nem hivatalosan pecáztunk. Akkor most meg várjál, onnan is tud, onnan is tud. Innen is tudsz menni arra a helyre, amit bejelöltem. Kicsit kell menni amúgy az offroad részen. Ah, jól tudom, arra földes út van, nem is offroad. Hát na jó, oda is offroad földes. Kéne hivatalosan, de... Ja. Na, szóval, Kepi, ez a kocsi, ez nem az enyém, hanem vagy Alexi. Vagy ott megállunk, ahol elfogy az út, azt gyalogolunk. Csak én vezettem, mert egy kicsit kipróbáltam, hogy milyen. Amúgy nagyon... Nagyon faja a Verda. Nekem egy kőkemény zasztavám van? Ja, most vettem egy zasztavát. Hát majd a későbbiekben lesz, gondolom. Valami jó kis offroad is kéne. Vagy mi az? Terepre való Verda is kéne, meg hát... Valami normális autó, nem tudom. De mindegy, egyelőre a szerintem tökre megteszik a zasztava. Arra, hogy bejárjak a food truckhoz. Úgyhogy majd srácok, vásároljatok a food truck-nál. Milyen kihalt ez a rész? Aha. De amúgy marha szép a táj. Amúgy itt is pecázhatunk, nem? Nem tudom. Hát menjünk oda. Nem tudom, az múltkori terre jártam taxival, aztán láttam azt a helyet, ott van egy menő stég, azért akartam oda lemenni. Ja, lehet, hogy az a stég valakié, nem? Hát figyelj, Cruiser, nem tudom, hogy drágáknak minősülnek-e. Passzolom, passzolom. Menjél, majd fizetem a izét a mosásna. Csak menjél lassan. Nem tudom, hogy drágának minősülnek-e. Hát mindjárt odaveri az alját valaminek komolyan. A Nerdwise-on meg tudod nézni. Én még nem igazán szeretnék befektetni ilyen bitcoinos autóra. De hát azért mondjuk ez a kocsi, ez... Ja, ez kemény. Ja, valahol itt láttam egy stéget. Na várjál, akkor Márknak elküldöm, azt mondta, hogy ide jön. Helyzet megosztása. Tessék. És akkor itt van. Várjál, itt. Megpróbálom elrejteni az autót, de itt nehéz lesz ezt várjál. Az autót elrejteni. Hát nem kell elrejteni, jó az itt így. Na, ja, ki akartam kötni az övet. Hogy kiöltöztünk a pecázáshoz amúgy? Sapka, az megvan hozzá. Na, mondj igen. Napszemüveg is van. Nem süt a szemünkbe a nap, ami ott van valahol. És akkor van 15 darab csalim. Hát végül látjátok, srácok, csak elmegyünk pecázni, mondjuk nem olyan nagy mennyiséget. Ugye mondtam, hogy inkább vágott videóban lehet, hogy jobb lenne, de mindegy, akkor egy kicsit pecázgatunk. Azért na, az ugye vágott, hogy benne van hogy a pakliba, hogyha egyenruhások vagyunk. Hogy? Egyenjelmezesek vagyunk, nem egyenruhások, egyenjelmezesek. A többi egyenjelmezes, ezt rossz szemmel is nézhet ránk. Meg a végén megcipőznek minket egyszer. Azért, mert ételt árulunk? Hát,
Nem tudom. Biztos, hogyha nem ütlik nekik, tuti. Ránk borítják a egész furgont. Hát figyelj csak, nem. Szerintem amúgy nagyon finom kajákat fogunk árulni. Én megkóstoltam az egyik részét. Szerintem jó lesz. De jó, francia lecsótó. Hát ott mondjuk följött nekem egy kis hányás. Itt egy talicska. Beleűsz toljalak? Ja. Igen, mondjuk furán nézett ki ez a francia lecsó, de megettem. A lecsó cukkinivel, meg padlizsánna. Ja, ja, ja. Akkor menjünk ki odáig. ICB tartályra ráülünk, aztán belógatjuk. Ja. Hát figyelj, szerintem ez itt tökéletes lesz. Csak vigyázz bele, ne csúszszál. Persze, persze. Na, hogy kell? Ilyen szép tiszta, amit elméletileg látom, hogy nincs benne így, hang. És így. Okay. Lehet, hogy megbújtak a stéjét. De hangos. Á, de hangos. Srácok, ezt mivel lehet leszedni? Ezt a vízcsobbanás hangot. És most itt mit kell néznem? Nagyon, nagyon figyelek, hogy mire kell figyelnem. Ezt jól megmondtam. Aha. Eddig egy hal se jött. És látom a pecelbottyát, de jó. Hatos. Ah! Mit fogtam? Nyelvhal. Na, fogtam egy nyelvhalat. Ez a csobbanás hang. Annyira bedobom a izét, a csalit, hogy olyan hangos, mint a franc. Karthalat. Az jó, igen. Az jó. Az is jónak tűnik. Ja, jártam a halpiacon, egyébként nézegettem, az ördöghal, mert a karthal éri a legtöbbet. Jó, figyelj, felhasználom a csalit, elugrunk, eladjuk, aztán szerintem le is fekszek. Hát jó. Hú, amúgy nagyon befeszültem itt a pecázáshoz. Mi ez a túl jó póz? Jézusom. De ki kéne váltani a fegyverengedélyt, nem? Fú, na azt nem tudom mennyibe kerül. És az biztos, hogy nem lehet így fű alatt megoldani, mint ezt a peca engedélyt. Ez se lehet fű alatt, ez hivatalos engedély. Tudom, de én zsíroztam a csávóval, hogy engedjen át. Ez igen. Az olasz vér, az olasz vér. Hangosabban üvöltöttél, mint ő. Micsoda? Igaz? Mert hangosabban üvöltöttél, mint ő. Lehet, lehet. Az olasz vér, azok. Karthalat fogtunk. Magyarázt. Ja, ja, ja. Amúgy lehet, hogy a márk az nem is jön ide végül. Kezdjük el artikulálnak. Igen, igen, igen. Hát amúgy a Tesz azt mondta, hogy ez a bitcoinos kocsi 9500, azt hiszem. 9500 volt amúgy a Verdád. Az enyém? Aha, 9500 bitcoin. Ám. Akkor mennyi volt? 13000 valamennyi. És full tuningos? Igen, azért a full tuning már még plusz rá volt. 5000. Aha. Hát figyelj, 13000-ért full tuninggal ez a verd, az szerintem amúgy annyira nem rossz. Na mit fogtunk? Ez micsoda? Durbincs. És egy karthal. Aha. Szia Ákos! Hello, hello! A kocsidnak tényleg nem tetszik a színe? Nem, csak le akartam alkudni. Azért mondom. Na figyelj, ennek szerintem egy ilyen zasztavának tök mindegy milyen a színe. Amúgy arra jó lesz, hogy eljutok A-ból B-be. Most másra nincs, cash vágon. És így is. Maradt 1900, úgyhogy nem volt olyan rossz üzlet. És 600-ért meg tudtam venni.
Úgyhogy jó deal volt szerintem. Jó, lehet, hogy még 500 ér is alatta volna, de... De na. Becázgassunk szépen. Négyes. Mi ez? Makréla. Jó, mindenből fogunk egyet. Ha ezt a 15 darab csalit elhasználjuk, aztán eladjuk, megnézzük, mennyi pénz jön belőle. Kapás rendesen. Van, van. Fogtam már négy félét, öt félét, nem is tudom, ilyen makrélát, karthalat. Nálam a karthal meg a makréla váltogatja egymást. Aha. Én különlegeseket fogok. Hát ezt mondom, hogy miért nincs ilyen szarokhozva, mint én. Nagy adórája? Nem tudom. Tök jó, megy le a nap amúgy. Na, mi itt áll olyat is? Micsoda? Itt áll egy olyat is. Mit? Most megy le. Nem, hát most megy le a nap. Nem látod? Nem, én arrébb állok, nálam már lement. Ja. Nálam még csak most megy le. Nálam kitakarja a fenyő, meg a hegy. Aha. Meg a nagy szakállad. A, lehet. Na mi van már, nem jön kapás? Azt mondták ugye, hogy ez a pecázás nagyon megéri. Amúgy nem olyan rossz. Egy helybe kell állni, az bedobálni még 10 darab. Egy helybe kell állni, az nem bedobálni a csalit. Ha jó pénz van ebben igazából, megéri csinálni. Meg a vadászás. Hú, az még érdekel. Lehet, hogy azt is majd így live-on belül megkukkantjuk. Aztán én nem tudom, hogy mennyire fér bele a ilyen alapmunka abba, hogy én például most már fakcióba vagyok, ugye? A Futrax-nál. Így mennyire fér bele majd? Majd megkérdezem Márkot. Hogy lehet-e így csinálni mást? Hát nem túl szórakoztató. Hát figyelj, én már szétizgultam magam. Ez nagyon chilles. Aha, ilyen chilles. Na, mert rendőr viccekkel, vagy mivel dobjuk fel most a hangulatot? Mindjárt ránk sötétedik. Ja, mindjárt ránk sötétedik. Hát nyomjad a rendőr vicceidet. Egyes. Azt nem mondtam, hogy tudok is. Azt hittem, te tudsz. Ja, nem. Ilyenkor van az, srácok, hogy nyugodtan kérdezhettek bármit. Vagyis, hogy nem bármit, csak sok mindent. Ilyenkor pöröket a chat. Mert ilyenkor nem történik semmi. Micsoda? Ha van még csalid. Van még. Ugye, itt annyira nem történik semmi, komolyan mondom. Tehát én mindjárt megfogom maga a számlót, csali után dobom a pecabotot. Utána meg téged. Aj. Azt mondják, ez egy relaxáló, megnyugtatós dolog. Igen, hát meg kúr az ideg, hogy nem történik semmi. Hát raboljanak ki, vagy lőjenek le, vagy valami legyen. Hát ez pecázást, hogy tönkre megyek. Jaj. Jó van, köszi, szia, szia. Én azt hittem, hogy ennél ez jobb dolog. De nem kell orgászni jönni, mert szerintem mindjárt elfogy a csali, aztán megyünk innen. Amúgy nem olyan rossz. Na, tényleg csilles. Tényleg csilles. Köszönöm. Ezek a pöttyök? Mik ezek a pöttyök a vízbe? Te is látod? Az úszód. Ja, amúgy a már egyéb pöttyök. Aha, ilyen sárga. Figyelj, szerintem a csillagokat tükrözi meg a víz. Olyan szép tiszta. De a Alex, neked lehet, hogy fizikusnak kellett volna menned, és nem útrákosnak. Figyelj, az is lehet, hogy tele van mocsokkal, és akkor most jön fel a haba, ezért holdal együtt az éjszaka folyamán. Az is lehet. Szia, szia.
Ne, én még mindig azt mondom, hogy a csillagokat tükrözi meg. Figyelj, Andris, nem tudom, nem tudom, hogy lesz-e. A vízbe. jó van, Renáta. Azaz Violet, vigyázok, vigyázok. Nem tudom, hogy lesz-e okosság, remélem, hogy lesz, és nem csak ebből fog állni, hogy áruljuk majd a cuccot, de fogjuk árulni a cuccot kőkeményen. Nagyon szorgalmasak leszünk, amikor alkalom van rá. Bú! Jaj! Megijedtem. Hát azt hiszem ennél jobban sikerül, hogy minimum az beleesel a vízbe, aztán lesz mind nevetni, hogy dobjuk a hangulatot. Ó, hát én olyan merebb pózba vagyok. Meghúzott a görcs. Hát, ilyen horgászós beállásom van, nem látod? Ja, ha találok itt egy üveg vodkát, akkor nekem meg oroszos beállásom lesz. Jó, de én vezetek. Háztartást. Magadat orrodnál fogva. Azt hiszem. Megittad már helynek, Kent? Ó, már mikor, már is ja, tényleg, megittad. Meg te is. És jó volt, nem? Nem volt rossz. Ja, hát csak ezt az egyminőségi sört láttam. Amúgy láttam még ilyen palackos kőbányait, ez nem érdekel? Nem. Szerintem sem. Challengerem van és kőbányai. Igen, igen, horgászok. Köszi. Horgászok, biztos, hogy horgászok, de ilyen nagyon feszes beállással horgászok. Már a kérdés is. Te idd a kőbányai, neked zasztovád van. Tényleg, a zasztovások mit isznak? Kőbányai. A ladások vodkát. Hármas. Hűbányait mondjuk lehet, lehet. Csúrizasztovások. Mi van, elfogyott a csalid? A türelmen fogyott-e, nem a csalim. Na hallom, már nyers halat izé tömöd a szádba, annyira elfogyott jó, a türelmen. Idegi alapon. Ja, idegi alapon. Amúgy megjegyezted, hogy mennyibe kerül a gidiszta? 4 dolcsi. Jó, akkor a végén vond már le, léci. 4 dolcsi. Majd megnézzük a végén, mennyit keresünk, mennyit lehet ezzel keresni. Mit mondjak le? Megyem vissza, vagy mi? Nem, nem, csak egy végén ki akarom számolni, hogy mennyit lehet ezzel keresni. De egy gidisztával fogtad ki az összeset? Nem, hát összeadod a 15 darab gilisztát. Van egy zsepid? Szerintem meglevesesedett az orrom. Tessék. Közben még egy halat is kifogtam. Köszönöm. Te, ez igen. Állj már arrébb, mert mindjárt beesek. Nem, ez a célom. Hát a vizes rongyokkal ki lesz. Na, mennyi van még? 5 darab, jó. Én ezt elhasználom, most egy kicsit pénzt gyűjtünk végre. Tény, hogy nem olyan izgalmas, mint egy taxizás. De most már megvannak a kapcsolatok, legalább kifújja az orra. Már is jobb. Egészséges. Szerintem vala allergiás ők itt a vidéki levegőre, szerintem a pecázásra. Vagy túl tiszta neked itt a levegő. Oroszországban biztos jobb egy kipufogó csövek mellett. Ki mondta, hogy orosz vagyok? Nem tudom. Kelet-európait mondtam végig. Ja, hát én nem tudom, az kelet... Ó, akkor mi vagy? Ha azt elmondom, akkor meg kell, hogy jöjjelek. Akkor nem mondd el. Mi van, hangyába léptél? Ne, azt hittem ennél kíváncsi vagy. Nem. Hamar lezárom a dolgokat, ne aggódjál. 2-es.
A petázás már rég lezárhattad volna. Tudod, én lustább vagyok, mint gondolod. Azt látom, mert te nagyon jól vagy, el vagy az. Én itt nagyon jól el vagyok, köszönöm szépen. Tudod, mi az egyetlen egy problémám? Nem. Nem szeretem a WC csészéket. Szerintem nem csikizi az. Most már mindent értek. Igen. Akkor jó. Várlak a kocsiba. Jött bajom esik. Jött bajom esik. Jaj. Gyerünk, fogjuk már ki azokat a alakat, azt menjünk, adjuk el, jó zsír, visszakeressük a lada, vagy ez az asztava árát, mondjuk nem hiszem. Mi ez? 001386. Na, ezt a kódot használjátok, srácok. Amúgy gondolkodtam rajta, hogy ugye illegálisan horgászni, de mondom, megvan az engedély, az kész. $300 az nem nagy pénz, szerintem a megbüntettek biztos 100-tól kezdődik. Most miért nincs kapás? Vagy csak én nem figyeltem? Na, ötös. Hogy? Na már csak három van. Igen, igen, goalkeeper, megvettem a zasztovát. Egy nagyon szép piros zasztovám van. Gyönyörű, gyönyörű. Amúgy tök jól fordul. Cserébe olyan lassú, mint a franc. Micsoda, a KTM 30 000-be kerül egy full tuningos KTM. Wow. Azért vannak árak itt a motoroknak is. Mondjuk, ha úgy nézi az ember, akkor hát gyűlik a pénz apránként. Mármint ezt azért mondom, mert GM-ren egy kicsit jobban jött a pénz. De az nem baj, hogy ha nem jön annyira. Meg kell küzdeni minden egyes centért. Na mi van már? Fogd már ki. Mariska magánhadó. Egyes. Na, még kétszer bedobjuk ezt azt. Igen. Hát ez srácok olyan, hogy így el van vele az ember. De ez tényleg nagyon unalmas. De remélem megéri pénzileg. Hogy jó lesz a kapás. Közben meg rablás van, úgy látom. Ne aggódjatok, lesznek izgalmasabb témák is. Majd meglátjuk, milyen utóbb módon, de lesznek. Amúgy eljöhettem volna az asztalában. Kis kempingszékkel. Nagyon adná. majd lejövök egyszer. Tudjátok, ilyen régi mód is. Nem is néztem, mit fogtam, szerintem az gömbhal. Vajon ilyenkor, ha megnyitom az inventorim, akkor abba hagyja a horgászást? Szerintem nem nyitom meg. Nem akarok bukni egy girisztát se. Mármint, hogy lesz jó.
Amúgy láttam, ja, olyan camping széket, azt lehet, hogy majd beszerzek egyet, és ilyen chillesen itt lecsücsülök. És akkor majd úgy tudom. Nem, nem hagyja abba. Biztos, hogy nem. Ha már egyszer kijövök horgászni végre, akkor nyomom. Egyes. Na. Elfogyott a csalim. Mehetünk, srácok. Végre behetünk. Nézzük meg majd, milyen, mi pénzt kerestünk. Hát nem tudom mennyi idő alatt, mert nem néztem, hogy mikor kezdjük el. Hol állt meg? Ott állt meg. Ó, és én vezethetek? Király. Túrni fogjuk neki. Csak Alex meg ne tudja. Ja, szóval akkor... Ja, mert be is jelölte. Aha, és akkor itt kell leadni a halakat. Ez micsoda? Halpiac. Oké. Értelemszerűen itt kell leadni. Jó, hát én itt nem sajnálom a verdáját, nem az enyém. Júj, amúgy retkesül csúszik. Tényleg nem. Nem adja abba. Ha, mi? Ja? Jó reggelt, jó reggelt. Hát Márkoz nem, hogy nem talált ide, lehet, hogy eltévedt. Júj, te jó Isten, hát ez nagyon csúszik. Hossza mindegy, hogy kapar. Én finom vagyok, csak pöckölgetem. Kemény oldalom, mi? Ugye az ordat pöckölöm meg. Figyelj, beszéljük meg, hogyha megtörik az autó, akkor már hibás volt és nem én fizetek. Azt most verted bele azt a 11%-ot a földes úton. Lehet. Az megesed. Jaj, srácok, ilyen sebességnél. Azt, hogy nem fogjuk belőle a víz, az egy dolog, is. Az izzó cseréjét nem fogom elvinni sehova. Azt megoldom majd háznak. Szia Gáborné, hello, hello. Erika. Húha, hát arra nem megyünk szerintem. Tervezzé újra. Itt errefele jó lesz, nem? Amúgy annyira nem is kajálja ez a benzint, mint ahogy gondoltam, hogy fogja. Persze. Amíg én vezettem, addig nem kajálta. Jó, hát te ilyen nagymamó módiba nyomod. Még bejáratos. Na jó, nem. A bejáratos az azt jelenti, hogy be kell járatni, tehát nyomni kell neki, nem? Gondolhatod. Sikíts a trafikon. Én? Te. És mikor sikít? Csak előtte vagy alatta? Na utána. Akkor majd utána sikítok mindjárt. Itt egy trafi. Rakvál sebességbe? Na végre. Hát még a kuplungot is leégeti itt nekem. De azt mondták, hogy így kell bejáratni. Ja, gondoltod mennyire bejáratos, ha meg van pöckőve? Figyelj az útlezárásra. Azt hiszem az előttünk. Miért itt lesz útlezárás? Azt hiszem, hogy itt ezen a részen van, nem? Nem. Vagy az a másik vagy pályán? Vagy verre lehet? Milyen pályán? Autópályán. Ja, lehet. Nem, itt van. Itt van. Még a homok is belement a szembe hirtelen. Ohoho. És szervezessé. Hát megfordultam, hogy lássa a lámpámat. Aha. És se tudom, mit csináltam. Ja, azt tudom, persze. Remélem megcipőznek miattad. De megérkeztünk, ez képségben. Jó napot kívánok, egy dupla fagylaltot kérnék szépen. Milyen szimpatikus, pocakos úriember. Na, akkor... Várjál, 17 dollárunk van. Ezt gyorsan felírom. Gondolom, készpénzbe fogom majd megkapni. Általában úgy szoktuk.
az ilyen izét. Ja, meg kéne nézni, hogy miből mennyi van. Azt mondja, hogy nyelvfal van egy darab. Jó, nézzük, hogy egy ilyen nyelvfal az mennyiért megy. $24 megy, oké. Okay. Készpénzbe kapom, szuper. És akkor van 3 durbincsem. 3 darab. Azt nem néztem meg, mennyibe kerül. Ez is 24. Jó. Akkor van 3 darab karthalam. Karthal. 32, az már drágább. Amúgy... Ja igen, még a gömb ördöghal az, ami drágább szerintem. 4 darab makréla. Négy darab makréla. Az 24, ha? És egy tonhal. Figyelek már. Elmegyünk Bryce-hoz, kicserétettem a izót. Akkor? Igen. Nem is kedvem csavarhúzódni a háznál. Csak a szám jár. Utána meg lemoshatnák a kocsit, és akkor elmehetünk nyugovóra térni. Mit szólsz? Igen, kis extra program az alvás előtt. Jó. Mosatást azt kihagyom. Biztos? A nagyon... Igen, igen. A tima mosás lesz, nem a prémium, ne aggódj. Jó, oké. Mert itt vannak problémák, hogyha nagyon lemossák. Azt tudom. Eladtam mindent. Legalábbis bízom benne, hogy csak a prémiumhoz jár az extra szolgáltatás. Jó. Na, akkor számoljál egyet. Te okosabb, vagy mi az? Nem okosabb, hanem jobban számolsz, mint én. Na. Na figyelj, 433-ból 17. 17? 17. Mi a 17? 17. 17×4? Nem, hát vonják ki belőle annyit. 433-ból 17, várjál, az 416, igen. Igen, és akkor mennyi volt a izé? 4. Darabja. 15. Az 40. 15. Az 60. 60, az 60, igen, igen, igen. És akkor azt még vont ki belőle. Mennyit mondtam? 77 a 433-ból. 433-ból 77. Hú, az 300. 60, 17, ja. Az 360 valamennyi. Na, ugye? Az... Nem is olyan rossz, 15 csalival, annyi profit. Az egész jó, egész jó. Amúgy tényleg jól lehet keresni ezzel, srácok, igazából szerintem egy 20 perc, fél órát tettünk bele, szerintem annyit. Oda szólok a fiúknak előtte, hogy mint egy legyen időpontom. Építőiparba. Időpontod? Nem, te ilyen izékbe mész? Kemény dolgokba. Na, hol az eger, amit van, jó. Akkor... Hát, muszáj, nem kerestük nem vissza, igazából. Egész nap olyan forgalmuk volt, felét. Felét már nem volt ember már a műhelyben szinte, az összes kín volt, mert éppen vontatni voltak, vagy helyszínen szerelni. Ja, aha. Szóval a felét már visszakerestük amúgy az asztalának a árából. Akkor tök jó, tök jó. Szerintem megkérdezem amúgy, hogy mennyibe kerül egy zasztavának a tuningolása. Hát az az ilyen nyugdíjas módiba közlekedik amúgy. Na, most is megy ki egy autó. Ez nekem még mindig fura, hogy szirénázik a izé. Hát igen. Mentőautó? Vagy... Autómentő. Autómentő, igen. Fordítva. Na, álljál befele. Ja, annyira megnéztem magának a kocsimosót, elnéztem a bejáratot, bocsánat. Ott egy Ferrari, azt, amilyen autók vannak. Ha, ezt mondom. Szabad, ott egy ember. Menjél, álljál be a valamelyik placra.
aztán javítsanak. Hol láttál ember? Ott, futkos. Nem tudom, nekem káprázik a szemem. De leghátsóra áll, bakker. Ah, így. Ja, indult ki címre. Hát azért, mert nem állta be elé. Itt hierarchia van. Be kell állni elé, javítsa. Na de jön még egy ember. Da. Te van, tesó. Na. Jézusom. Jó, köszönöm. Jaj, ne hajógassál itt előttem. Halló, itt tessék! Szép jó napot, mivel segíthetek? Egy büdös szót nem hallottam, még egyszer? Tetszett volt keresni engem. Hát biztos valami autóért, már nem aktuális, úgyhogy köszi szépen. Viszlát? Ez hova lett? Elkezdtem szerelni, az közben elhagy. Hát ez ilyen ez az fiú. Hiszem, hogy megéri tuningolni, többet nem fog érni, inkább tartogasd a pénzt, hogy... Na mi dupp? Verdára később. Hát ott szereli a csávózta, arrébb állsz. Nekem nagyon káprázik akkor szemem. Hát akkor kérdezzé. Azt a mindenit. Mielőtt elvittem ám, hogy szeretem szóval számlázni, kis gyors nevet, okay. Rendszámot. Ja, figyelj már, tessék! Elnézést, nagyon káprázott a szemem. Semmi gond. Na, Alexander Alexejev. Rendszámot rögtön mondom. Tudsz tuningolni? Amúgy addig, hadd kérdezem már meg. Nem tudok én sajnos. Azt van itt, aki tud tuningolni? Lesz, igen, pillanatokon belül. QHV 59. És ki az? Hát bazzik, milyen bunkók itt az emberek. Nem tudom. Kár, hogy nincsen másik bizony szerelőműhely. Van, de ők a priók. Ja, ők a priók. Hát ezt nyújtom itt a számlát, tovább is jöttek. Aztán. Oké, köszönöm szépen a gyors munkát. Hát figyelj. Igazából azt nem tudtam meg, amit meg akartam, de biztos. Ja, szerintem menni akart a srác amúgy. Nem a srác ellen irányult, bocs srácok, csak izé. Vicces volt. Azt Kalóz kapitány megkérdezem. Te figyelj már, tesó! Nagyon szép a kalapod. Köszi szépen. Na, figyelj már, te figyelj, tudsz tuningolni? Nem, ő tud. Meg tudod nézni, ő tud. Lenni, akkor tőle kérek tuning árat, mi? Igen, igen, szerintem. Jó. Persze, jó. Jó, rendben. Az uraknak intézd el gyorsan. Tiszteltem, van itt tuningos? Nincsen. Hát akkor kapjátok be a faszomat. Nincsen tuningosunk, mert szépen szóba tisztelt. Hallod itt, de ez keményem azért. Ki lett számlázva az intúcsára. Hát azt már. Jaj! Van az úrember, jó van, jó van. Vigyó. Azért, beszorult a pocakom. Menjen mögülem, menjen mögülem. Mi a faszom, hogy csinál ez? Ja, meg kell javítani, oké. Nem volt elég törött. Ne menj be a PD-re, tesó. Mondtam, hogy ne. Jó. De tesó, ne menj be, mert kell lesz nekünk perfű. Jaj. De annál, kell lesz. Annál hamarabb végzünk, tesó, ne buziskodjál már. Itt arrébb vagyok, megyek, mert erre nem vagyok kíváncsi. Addig beteszek pénzt. Amúgy gondolom, csórik azok nem győzik a... ilyen mennyiségű javítást. Bocsi. Pénzfelvétel, pénzbefizetés. Ha már itt vagyunk, akkor berakjuk a pénzem. Így. Azt a rohadt esti
Subaru, fú, ez egy új Subaru, na azok nem tetszenek, de az egy komoly volt, ahogy így megjelent. De a régi Subaru-t se szeret, a kettő közötti, ami favorit, úgymond. Na, jó van. Na, mennyi? Nincs tuningos, úgyhogy nem lettünk okosabbak. Erre itt majd nagy bajok vannak, be van dugulva a fülem, kicsit félreállok. Jó, van, álljál félre, Alex. Így jó nektek. Most próbáld meg újra. Mennyi? Haladjál, haladjál, gyere. Na, most a jó. Na figyelj, akkor vigyél föl ide lovashoz. Most mit csinálsz? Ja, lemosatod? Jó. De azt mondtam, a mosatást azt állom. Oké. Okay. Mondjad meg. Üzemen kívül van. Üzemen kívül. Úgy tűnik, igen. Keresünk egy másik mosót, tehát annyi baj legyen. Jó van, nyomjad. Keres egy másik mosót. Mindjárt keresünk egy másik mosót. Azt hogy jelölik? Ja, hallod, ott bent nem tudom mi volt a levegőve, de annyira káprázott a szemem. Hát szegény gyereket azért vittem el a keze alól a munkát. Ja, itt van. Itt van, mennyi egyenesen, pont előttünk egy mosó. Ez mit mutogat? Mi a fasz? Hallod, láttad, hogy ránk mutatott? Tiszta para na. Volt. Tiszta para volt az ember. Ha lehet, hogy nem volt egyedül. Vagy nem volt magánál. Na, itt le tudod mosni, van ilyen felmosó rongy is hozzá. Ha úgyis azt mondta, te állod, akkor próbáld meg te. Legalább kipróbálod. Jó, legyen úgy. Utána én vezetek. Hát jó. Legalább egyben van az autó, úgyhogy most már minden a téged terhel. Azaz. Nem. Jó. Nem engedi, mi? Hát nem, mert rossz helyen állunk. Hát ugye? Mondom én. Alap mosás 25 dollár. Így akartam. Nyomjuk. Nyomjuk. És most mi? Most mi van? Jaj, ne, ha tesz. Nézd a kocsit, nézd a fejed. Srácok, ezt nem akarom mutatni, mert... Jaj, nem akarom mutatni, mert a YouTube olyan szankciókat kihoz nekem, hogy ihaj. Ez genyóság volt, ez genyóság. Én sem merek oda nézni. Együtt szenvedek vele. Behújtam a szemem. Na, jó. Ó, de szép tiszta lett. Amúgy szép. Szép. Na, menjünk, akkor jelöld be a lovast. Nem tudod, melyik az mi? Ez itt van. Ahogy ne tudnám, azaz. Már bejelöltem. Ó, kuberálnak a srácok. Na, amúgy kikeresed a trafi! Amúgy kikeresed, ha megkérdezhetem. Akit hívtam. Az azt valami kocsiért, vagy Ladáért, vagy Zastaváért, vagy Ford LTD-ért, fogalmam sincs. Ja? Mindenkit végig hívogattam, akiket láttam ott a Yellow Pages-be. Ott lehet amúgy venni kocsikat. Használtam, ott hirdetik meg. Nyomjuk meg! Jaj, de csúszik amúgy, az az egy baja van, hogy nagyon csúszik. Amúgy faj a kocsi. Meg nagyon feltűnő. Nagy és zöld. Hát ez kitett magáért.
Jézusom! Alig nyomtam gázt. Hát ilyet. Hát amúgy marha jó ez az autó, csak nagyon csúszik. Ha egy picit tudnál állítani a nem tudom micsodán, akkor jó lenne. Az ABS vagy ESR vagy micsodán, akkor jó lenne. Est, a világon est, nem lét, a világon nincs az a kipörgésgátló, ami ezt a nyomatékot megfogja. Na, megálltam. Na, jó van, itt szentem lesz Andrének, Atesz. Alex. Idig Atesz mondok, bocs. Jó van, ahogy érzed. Na, jó van. Akkor majd dumizunk még, hát valószínűleg munka közben. Ja, minden bizonyja, remélem összejön akkor rendesen. Ja, én is remélem. Az, amire számítunk, hogy jó lesz, aztán próbál senki megállítani és megölni. Hát igen, igen, igen. Reméljük, hogy minden jó fele fog menni. Ezt jól megmondtam. Na, jó van. Akkor majd dumizunk. Szevasz, jó pihit. Csá. Na, úgyhogy akkor itt van az asztalám lebrakva. Na, úgyhogy srácok. Új ruha, új... Nem tudom micsoda. Tehát most már frakcióban vagyunk. A food track holnap indul. A food track színeibe vagyunk. Vásároljatok sokat ott. Nálunk. Köszönöm szépen a figyelmet. Mindenkinek köszönöm szépen, aki feliratkozott a live alatt, és ezek után is fel fog iratkozni. Köszönöm szépen, ezzel támogatjátok a csatornámat. Köszi, köszi. További jó pihenést, vagy nappalt, vagy bármikor, amikor nézitek vissza. Sziasztok! Iratkozzatok fel, ugye ne felejtsétek el. Hello! Thank God that the brothers on the rise now. Endless celebrations all in my house. Yeah. Levitating now, I'm super duper fly now. Yeah. London boy, but they see where I reside now. But the time is.